Na jó, ezt az intrót ezt levágtam, mert újraindult a francba. Na jó, van, jó reggelt kívánok, ez így érdekesen indul. Volt, igen, Servus Vándor, volt KSP, és szerintem még lesz is, mert így igazából, nem tudom, még van rá esély. Csak most az utóbbi időben nagyon beletekerettem megint a SnowRunnerbe, illetve abba, hogy csak délután streameltem. Azonban jövő hét hétfőtől hát lesznek változások, ugyanis úgy néz ki, hogy hát nem megszűnt a munkahelyem, hanem ott hagytam. Úgyhogy így, most így pillanatilag újra tervezési folyamat lesz. Azt nézem, hogy a chat az miért nem látszik? Várjál, most már látszik, jó, akkor nem szóltam. Szóval, ja, van ilyen. Hát az a baj, hogy ez délelőttönként nem tudom, hogy fogom-e tudni játszani, vagy valami. Hát ez igazából egy részben magam miatt is, mert egy kicsit sok volt talán ez a távollét. Nem tudom, lehet, hogy annyira nem nekem való, vagy lehet, hogy így ilyen formán nem. Meg szét elrontották. Tehát, hogy olyan kellemetlen sikerült a beosztásunkat, és olyan pofátlanul módosítani, hogy mindenképpen úgy voltam vele, hogy akkor ezt így nem. Mik a terveim? Hát legrosszabb esetben vissza oda, ahonnan kiindultam, hogy maradok lokálisban volános, mert végül is amellett egész sok volt a szabadidőm, tehát hogy az lehet, hogy így anyagilag mondjuk nem vinne előrébb, de éhen nem halnék. Gyárba nem akarok menni, mert azt nem bírnám. Úgyhogy lehet, hogy vissza próbálok majd menni oda, ahonnan elindultam másfél éve. Ha nem sikerül, akkor se lesz baj, mert akkor maximum áprilisban, amikor újraindul a szezon, akkor körbe kérdezek, aztán olyankor úgyis mindenhová kell pilóta. Úgyhogy majd meglátjuk. Nem vagyok különösebben bepánikolva, annyi, hogy így ilyen gépépítési terveim azok így valószínűleg ugrottak. De legalább lesz időm leszedni a zöld hátteret, mert úgy néz ki, hogy ez a néhány hónap alatt is képes volt berohadni mögötte a fal. Úgyhogy erre ki kell találni valami új technikát, mert ez így nem lesz jó. Na mindegy, úgyhogy maradunk egyelőre annál, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Vannak komolyabb terveim is, de az nagyon sok utánajárást igényel. Úgyhogy az még egyelőre csak ilyen kérdéses. Az a baj, hogy úgy sikerült ugye a vezénylésünket módosítani, hogy sok benne az üres fél nap, mint például a mai. Valaki megint késik. Tehát konkrétan úgy kell elképzelni, hogy ugye eddig jártunk úgy, hogy ugye 5 éjszakát voltam kint, 5 éjszakát itthon. Ez még úgy, azt mondom, hogy ilyen egészségesen fölfogható volt, mert nem okozott különösebben gondot. Tudtam itthon foglalkozni a dolgaimmal, tudtam ott kint, majdnem, hogy ott kint pihentem. Na most ezt úgy oldották meg, hogy így januártól azt mondták, hogy jó, innentől kezdve nincsen lehetőség fél napokra, tehát az, hogy Pestről induljunk, hanem csak Bécsből. És akkor innentől kezdve ez úgy néz ki, hogy te 4 napot dolgozol úgy, hogy már az utolsó szabad napodon kiutazol, és az első szabad napodon meg haza. Ami még fölvetné még problémát, hogy ugye nem biztos, hogy lett volna helyünk, hogy aludni, mert hogy nem biztosítják, meg ilyenek, meg old meg, meg akkor is ilyen messze laktál, amikor aláírtad a szerződést, meg ilyen hasonló kedves kifogások. Plusz lebasztak minket, hogy a 2 ünnep között, aki nem volt vezényelve, az baszott plusz járatot vállalni. Hát bocsássa meg a kurva Isten, hogy végighúztam a szezont, és akkor utána még a 2 ünnep között is, amikor hivatalosan üresre vagyok kirakva, akkor nem megyek be. Az másik kérdés, hogy egyébként a matek se nagyon jött ki, tehát ott a pihenő órák is azért eléggé neccesek voltak. De ez sikerült egy olyan hangnemben közölni velünk, hogy én azt mondtam, hogy akkor nem. Tehát akkor inkább hagyom a picsába, és akkor dolgozzon itt, aki akar, aki ezt elviseli. Tehát ember a kutyájában nem rúg bele ekkorát. És nekem kérdezték az idősebbek is, most miért mondtam fel? Megsértődtem? Mondom, igen. Meg. Én meg. Én ezek után ezzel az emberrel nem vagyok hajlandó szóba állni. Alapból se álltunk vele szóba, mert nem ő volt a... Tehát ő volt az ügyvezető igazgató, nem a közvetlen felettesünk, csak összességében a főnök. De olyan szinten rosszul esett az, hogy az ember végighúzza az egész évet,
azt a szabadságot, amit kivehet, azt nagy nehezen kimatekozza, hogy senkinek ne legyen rossz, meg ilyenek, és akkor utána így szemenköp, hogy akkor rohadjatok meg. És én meg így mondtam, hogy jó, hát... Ja, meg ugye az volt a még a plusz, hogy így mondta, hogy szörnyű, hogy mennyi lopás van, ezt nem tudja bizonyítani, hogy szörnyű, hogy mennyi káresemény van, csezd meg, dolgozunk, tehát, hogy ha basszus, bereped a szélvédő, mert a kamion főbassza a kavicsot, az nem az én hibám. Hát, hogy ugorjak el előle, ráncsam be a kocsit az árokba, vagy mit? Tehát mit kéne csináljak? Na mindegy, tehát igazából az a baj, hogy tudod, ez tipikusan az, amikor valaki, akinek van egy nagyon jó gazdasági végzettsége, az elkezd egy olyan céget vezetni, ami igazából fogalma nincs arról, hogy miből keresi a pénzt. Így van. Tehát, hogy ő nagyon szépen el van a papírjai között, és ő csak az bassza föl, hogy miért van az, hogy ezen az egy járaton, itt minden egyes váltáskor két sofőr dolgozik, egy járaton. Mert ő ott ez nem érdekli, hogy Pesten ugye járatszámváltás van, tehát hogy ott ugye fordul az egész, és mi mindig ott cseréltünk, mert hát ugye magyarok vagyunk, nekünk az sokkal közelebb van, mint Bécs. És akkor volt tényleg két olyan kolléga, én igazából csak megsértődtem, de ők meg egyből anyagilag látták ezt az egésznek a hátulütőjét, mert azt mondták, hogy Nyíregyházáról meg Debrecenből nem fog egy-egy napot csak azért elutazgatni, hogy bejöjjön dolgozni. Mert akkor azt a pénzt, amit elutaz, azt az időt, amit fölöslegesen eltölt, azt akkor nem fogja erre rászánni. Hanem akkor inkább alszik kevesebb pénzért, de minden este otthon a szeretteivel. Úgyhogy igazából, ja, kihúzták alólunk a szőnyeget. Van, aki még vár, de igazából az a baj, hogy itt most bejelentették, hogy innentől kezdve már nem kell, hogy kiegészítsék a bérünket 173 órára, hanem azt igenis le kell dolgozni. Ez most megint egy olyan dolog, hogy amúgy ledolgozott, csak eddig nem számolta el. Tehát, hogy így a tengelyen töltött időt számolja el, ami ugye napi 6,5-7 óra durván, de te 10 órás műszakban vagy. Csak azt az időt, amit Pesten két járat között töltöttünk, azt az időt, amíg kitakarítottuk a buszt a műszak végén, meg bármilyen dugó vagy akármibe kerültél, azt eddig sem fizette, és akkor most fölháborodott, hogy akkor ezentúl nem fogja így visszatámogatni. Hát mondom, akkor meg tudod, mikor dolgozok itt. Tehát, hogy szomorú, mert jó volt a pénz, meg jó volt ez a forgatókönyv, de gyakorlatilag itt most ebbe a helyzetbe pont mind a kettőt elvette. Én meg nem akarok halálra dolgozni, hogyha nem muszáj. Lehet, nem lesz jobb itthon se, tisztában vagyok vele, dolgoztam itthon 3 évet, tehát szűkös lesz a keret nagyon, de mindemellett meg úgy vagyok vele, hogy igen, hát ez ilyen hülye hangzik, de gyakorlatilag így van, hogy tehát nem tudom, tehát az a baj, hogy ilyenkor télen mindig nagy a pofája az ilyeneknek, mert ugye télen kevesebb a munka, ugye hát turizmus tart minket életbe gyakorlatilag, ugye, és ilyenkor járatcsökkentés van, kevesebb busz kell, kevesebb sofőr kell, de nem az a megoldás, hogy akkor azok, akik itt vannak, azokat így szemen köpöm, hanem akkor az, hogy jó srácok, üljünk le, beszéljük meg, kevesebb lenne a pénz, de mindenkinek munkát kell adni, forgassuk meg, 2 hónap kibírjuk. Nem, elkezd fenyegetőzni, és akkor majd ő megmondja. És ez is egy megoldás, mert hirtelennyében így is kevesebb embere lesz, neki ez is jó, mert ugye nem kell eltartani azokat, akire nincs szüksége. Csak aztán ugye mindig eljön az április-május, vagy március-április, amikor meg ugye újraindulnak a járatok, és akkor megy a pislogás. Hát sose felejtem, hogy tavaly mekkora izé volt. Nem tudsz valakit, aki jönne? Nem tudsz valakit? Csak telefonszám, adj egy telefont, majd fölhívjuk mi meg, nézzé. Ó, no, én nem fogok segget csinálni a számba. Mondjam, oldjátok meg magatoknak. Hogyha márciusban el tudtatok küldeni 8-10 embert azért, mert hogy mennyit loptak, ami mondjuk megint olyan, hogy nem tudták bizonyítani egészen pontosan, csak sejtették. De hogyha úgy vannak vele, hogy nélkülük meg tudják oldani, akkor küldjék el őket, csak utána ne sírják vissza. És én már most látom magam előtt, hogy lehet, hogy én is meg fogom kapni a telefon majd, hogy mi lenne ha. És ez tudod, ez olyan dolog, hogy innentől kezdve nem fogok őszintén mosolyogni én se, tehát a motivációmat azt nagyon durván elvették. Itt csak azzal tudnak esetleg változtatni majd ezen, hogyha tényleg úgy döntenek, hogy szükségük lenne még a szolgálataimra, hogy
hogy olyan feltételeket mondanak, amire azt mondom, hogy ja, jó, de akkor így marad. Mert ha most is igazából, mert ugye ez is egy olyan érdekes szituáció volt, hogy kijött ez a levél, utána kijött a másik, én már az első levél után írtam, hogy jó, akkor nekem mondjátok meg, melyik lesz az utolsó napom, mert ezt így nem. Mert ugye a levél vége az volt, hogy innentől kezdve, ha nincs meg a 173 órád, akkor ugye 100%-ban annyival kevesebb lesz a pénzed. Hát mondom, kurva jó, na nem ezért jöttünk ide. Másik meg az, hogyha nem tetszik, mondjál föl. Én meg egyből fölmondtam, hogy mondom, oké, akkor kész, akkor befejeztük. Úgyhogy elméletileg ma kezdődik, vagy holnap kezdődik az utolsó 4 naposom, ugye 16-ával elméletileg jövő hét hétfőn leszámolok. És ez is úgy volt, hogy ugye én 30-án beadtam a... visszaválaszoltam, hogy akkor köszönöm, ennyi. És tegnap sikerült válaszolniuk, hogy jó, akkor ennyi. Akkor 16-ával vége. Tehát, hogy így... mi? Tehát elképesztően lassúak, elképesztően nem törődömség van. És most mondom, most könnyen pofáznak, mert nem megy egy csomó járat. Nem megy egy csomó járat, nincs szükség annyi sofőrre, nincs ugye külön járat, nincs akkora turizmus igény. Semmi gond ezzel. Majd keres hülyéket, akik ilyen feltételek mellett is megcsinálják neki. És mondom, hogyha most ezek után azt mondaná, hogy jó, oké, bocs srácok, de hülye voltam, beszéljük meg. Nagyon határozottan úgy vagyok vele, hogy nem. Tehát nincs miről beszélni. Ezt másodszára játszotta el, amióta ezt a járatot csináltam, mert nyáron már egyszer bele kellett szarni a levesünkbe, és 2 hét után rájött, hogy nem működik a forgatókönyv. Most meg úgy kellett kezdeni az új évet, hogy egyből tönkre kellett vágni. Tehát, hogy így nem értem ezt az embert. Én értem, hogy spórolni akar, de ez nem spórolás, hanem olyan hírhet céget épít ki, ahová én bármikor azt fogom mondani, hogy oda mehetsz dolgozni, de csak akkor, hogyha dolgozni akarsz. Tehát, hogy azért annyira nem megérős az forgatókönyv. Tehát, hogyha az ember hajlandó, vagy szüksége van rá, hogy nagyon sokat menjen, és nincs se kutyája, se macskája, akkor nem rossz. Mert akkor lehet. Tehát lehet itt fél napokat ingyen elutazgatni, meg ilyenek, ha az embernek szüksége van rá. De én úgy vagyok vele, hogy nekem ez nem hiányzik. Tehát csináltam én ezt egy jó 8 hónapig, még 21-től tavaly áprilisig. De nem. Tehát ez pont azért volt jó, mert kényelmes volt. Nem voltunk rommá fizetve a többi járathoz képest, de az elvégzett munka, tehát az elvégzett munkához képest az a fizetés, amit itt adott, azzal, hogy ő ilyen mártírkodva fölkerekítette, azáltal jó volt. Tehát pont azt mondtam, hogy nem panaszkodtam. Büdös életben nem telefonáltam föl, hogy miért ennyi. Tökéletesen be lehetett osztani. Tényleg nekem is azért család, gyerek, jó volt rá időm. Kint is nem az volt, hogy 12-14 órát benrohadtál a buszba, és akkor utána kiestél belőle aludni, hanem az, hogy visszaértél, nyugodtan kitakarítottad, elmentél kajáért, megvacsoráztál normálisan emberi időben, rendesen aludtál egy 7 órát, fölkeltél, nyugodtan összeszedted magad, tehát jó volt a forgatókönyv. Csak ehhez az is kellett, hogy itthon is lehessen egy szabadidőm, és az, hogy most 6 éjszaka kint, hogy 6 éjszaka? 5 éjszaka kint, 3 itthon, az úgy már azért karcsú. És akkor ugye azért mondom, hogy ebben benne van az, hogy a szabad napjaidat gyakorlatilag 2, az el van baszva utazásra. Úgyhogy sajnálom nagyon egyébként, mert az a része persze jól esett, hogy nem kellett nagyon matekozzak. Tehát úgy jött a zseton, aztán igazából elkölteni se tudtam igazából, mert hova, minek. Tehát, hogy lehetett rendesen spórolni, mindig futottam mindenre, ha úgy volt. Ez a része jó volt, de ezt is úgy kell nagyjából elképzelni egyébként, hogy mondjuk egy osztrák-bécsi helyjárat, vagy egy ilyen bécsi helyközis, ilyen belföldes buszoshoz képest, azért mi ilyen 1000-1400 euróval kevesebbet kerestünk így is, tehát majdnem 2-szer annyit keresnek ők ott. Viszont azt rá kell számolni, hogy itt ennél a cégnél pontosan tudják, hogy ugye mi magyarok, mi hazahozzuk a pénzt Magyarországra. És ők ezzel nyugodt szívvel úgy vannak, hogy ugye tudják, hogy mennyit ér a fizetésünk. Tehát nagyjából tisztában vannak így gazdaságilag. Úgyhogy
Úgyhogy igen, tehát ezt így hiába sírunk, hiába könyörögtünk, hiába, tehát fenyegetőzni nem érdemes, mert nem is akartam én se. Itt azt mondtam, hogy ameddig nekem van gerincem egyenes, addig szépen elmondom, hogy jó, akkor köszönöm szépen, ha ti így, akkor én így. Ez van. De hát egyébként meg az a durva, hogy főcsaptam tegnap is az internetet, hogy hova kell sofőr. Mindenhova. Ha más nem, mert nem tudok visszamenni a volánhoz, vagy nincs olyan buszos beugrós, amivel fönn tudnám tartani magam, akkor maximum csinálok egy GKI CR-re, az körülbelül 2 hét átfutási idő, vagy max. Egy hónap. Annyit elvegetálok, vagy elmaszekolgatok, mert mondom, itt bármelyik munkásjáratra be lehet esni, és akkor utána igazából úgy vagyok, hogy megint csak bővül a paletta. Jó, hát ha nagyon szorít a cipő, akkor gyakorlatilag bármelyik gyárba. Tehát nem fogok itthon ülni. Tehát ez biztos, hogy azt, amit összekuporgattam pénzt, azt most nem fogom fölélni, majd annak reményébe, hogy majd valami beesik. Nem, szépen elkezdek majd utána menni. Vannak, mondom, nagyobb volumenű terveim is, de azokról azért nem beszélek feltétlenül, mert még én sem vagyok. Tehát amíg nem látok tisztán, addig fölösleges. De azt, hogy ilyen szinten szarba se vegyenek és így kezeljenek, azt én nem igazán szeretem. Tehát azért mondom, hogy ha visszakerülnék a volánhoz, ott is ez volt. Ott is egy utolsó senki vagy, mint sofőr. Mert hiába te dolgozol fizikailag igazából ténylegesen azért, hogy a többieknek legyen kenyere. Igen, tudom, meg kell találni az egészséges mércét, tehát én most egy kicsit alábbadtam. Tehát alábbadtam olyan szempontból mindenképpen, hogy ha visszajövök itthon dolgozni, akkor többet fogok dolgozni kevesebb pénzért szarabb körülmények között, tehát ezzel tisztában vagyok. Csak itt tudom, hogyha én most fölhívom a vezénylőmet, akitől úgy váltunk el, hogy ő nagyon sajnálta, hogy engem elveszít, és tudta nagyon jól, hogy ennek anyagi okai vannak, hogy egész egyszerűen nem tud megtartani, mert a képességeimhez képest találtam olyat, ahol jobban megfizetnek. Ő szerintem holnap már adna munkát. Tehát holnapra elintézni, hogy menjek felvételizni, mert mint ahogy egyébként is mondom, ott sincsenek azért a jó sofőrökkel ellátva. Én nem akarom magamat fényezni, de mondom, nagyon sajnált, mikor eljöttem. Én nem csak azért, mert megbízhatónak tartott, meg úgy érzem, hogy az is voltam, hanem azért, mert egyébként is jó kapcsolatban voltunk, sokat segítettem neki papírmunkákkal, hogyha egyébként kiállási időm volt. Mert ha már dolgozok, akkor már mindegy, mit csinálok igazából, tehát ha már föl kellett kelni, akkor csináljuk. Csak az a baj, hogy őt se akarom feltétlenül hitegetni. Tehát ez egy olyan érdekes szituáció most, hogy lehet, hogy oda visszavenn tényleg 2 nap alatt visszakapnám a régi helyet, mármint nem a régi helyemet, de legalább lenne hova dolgozzak menni. Vagy lenne hova menni dolgozni, szóval igen, tehát beszéljél meg tanulni. De őt sem akarom hitegetni, tehát most az, hogy azt mondjam neki, hogy figyelj 2-3 hónap, aztán lehet, hogy indul a szezon, aztán csörög a telefon, azt megyek megint, azt nem lehet az örök kivalóságig játszani. Tehát most egy kicsit így vacilálok rajta, hogy mi van, de valószínűleg ez úgy fog kinézni, hogy fölveszem majd a kapcsolatot, ugye ezzel a aranyszívű emberrel, és leülök vele beszélni. És a lehető legnyíltabban elmondom, hogy mi a helyzet, és hogy igazából mi várható, és hogy csak akkor kérjen értem szívességet, hogyha ez nem egy ilyen őrült nagy dolog. Mert hogyha most körbe kell nyaljon egy segget, hogy engem visszavegyenek azért, mert szeretné, hogy újra ott dolgozzak, én meg utána 2 hónap múlva azt mondom, hogy á, jó, bocs, de figyelj, ez mégse, akkor utána már lehet, hogy ha legközelebb szarba kerülök, akkor már nem fogja megtenni. Úgyhogy most úgy vagyok vele, hogy még egyelőre nem tudom pontosan, hogy mi lesz, tehát ha nagyon szorít a cipő, akkor ugye nagyon vissza a kiinduló pontra, de akkor lehet, hogy azt mondom, hogy jó, akkor beleteszünk egy fél évet, vagy valamennyit, hogy ne legyen az, hogy senkinek, vagy bárkinek is ilyen savanyú lesz a kenyér. Mert én aztán nem akarok senkinek sem ilyen prestízskárt okozni, meg végképp. Tehát, hogy
Úgyhogy nem egyszerű helyzet, de azt kell, hogy mondjam, hogy mikor jött az e-mail, hogy jó, akkor 16-án vége, akkor örültem. Tehát, hogy itt látszik az, tudod, ez olyan, mint amikor feldobod az érmét, és akkor miközben az érme repül, már tudod, hogy melyik oldalának szurkolsz, tehát, hogy melyik oldala melyik, és akkor melyiket szeretnéd. És mire földet ér, igazából tök mindegy, hogy mi lesz, mert tudod, hogy melyiket szeretnéd, és ez olyan. Felégetni minden hidat csak azért, hogy rage-elj egyet. Sose lehet tudni. Figyelj ide. Ez egy ilyen farkas világ, tehát, hogy sok sofőr van, sok melóra, de még egyelőre én úgy érzem, hogy így, hogy nem is nyitott meg minden piac, mert azért még mindig egy front azért még hiányzik, tehát azért még az amerikai, kínai turizmus még nem indult igazán újra, tehát még a sofőrök így tengődnek. Addig kurva könnyű itt okoskodni. De amikor majd újra nyit a turizmus, rendesen elindul, és sokan leszünk, akiknek van munkája, vagy sokkal több lesz a munka lehetőség, és elfogynak hirtelen a sofőrök a jó helyekre, na akkor lehet kapálózni, hogy ki az, akit nem tartottunk meg, pedig meg kellett volna. És ez nem azt mondom, hogy mert mondom, mindig találsz olyat, aki elviszi neked a kocsit. Csak nem mindegy, hogy fönnakad vele minden második patkán, és rángatja, és nem elégedettek vele az utasok, és nem olyan a hozzáállás, vagy nem olyan a teljesítmény. Adott esetben mondjuk nem tud kommunikálni, vagy elveszik. Tehát én láttam már csodákat, tehát azért vannak olyanok, akik így vezetni tudnak, mondjuk, aztán így ennyi. De ha kérdeznek tőle valamit angolul, vagy németül, akkor fogalma nincs, tehát semmilyen nyelven nem tud. De hát biztos, hogy azokat a sofőröket könnyebb ugye ugráltatni, mert fosnak, hogy bukják a helyet, mert lehet, hogy ők magukról is tudják, hogy amúgy fingjuk sincs arról, hogy mit csinálnak. Én most úgy vagyok vele, hogy tényleg lehet rászánom ezt az évet, hogy körbe kacsingassak, hogy hová lenne érdemes menni. Így, akár térben is. Aztán majd kiderül, mert igazából én azt mondom, hogy most anyagilag van lehetőségem tervezni vagy nézelődni, csak nem akarok elindulni a lejtőn, tehát azért kéne egy ilyen biztos meló, hogy azért amit eddig összekuporgattam, az ne menjen el. Mit csináljunk? Cateringes kocsit vagy üzemanyagtartályt? Mert most más nem igazán kell. Csináljunk egy üzemanyagtartályt, 3 nap alatt megvan. Na mindegy, szóval ez egy ilyen időszak, tehát így indul a 23, igazából. Nem vagyok annyira kétségbeesve, mint amennyire lehet, hogy indokolt lenned, de ez pont azért van, mert azt hiszem, hogy van annyi lehetőség itt, legalábbis ami itt nálunk, itt Komárom-Esztergom megyébe, hogy nem vagyok bepánikolva feltétlenül. Az a baj, hogy nem tudok, tehát németül nem tudok, angolul egész jól, de németül nem. És így igazából az osztrák front, egy osztrák belföldes dolog, az nekem nagyon kiesik. Még ha egyébként fizetésben, meg bejelentésben, meg sok minden egyébben jó lenne. Tudom, hogy ott is vannak helyek, ahol turisztikai szempontból elég nekik az angol, de sosem fogsz tudni feltétlenül úgy bemenni egy boltba. Tehát az, hogy a munkahelyeden elnézik neked, hogy jó, oké, nem tudsz németül, az egy dolog, mert nemzetközi turizmusban dolgoz, azt amennyi gép így bejött a végére, ezeket nem fognak tudni leszállni. Tehát azt, hogy így elnézik neked így a munkahelyeden, hogy de nem tudsz feltétlenül németül, az egy dolog. De utána, ha bemész a boltba kenyérért, akkor lehet, hogy kiröhögnek. Tehát ott már nem biztos, hogy fogsz tudni érvényesülni. Tehát így ilyen szempontból ezek a német IQ területek, ezek így nem biztos, hogy így nekem célirányosan jók lennének. Az olyan angol nyelvterületek, ahol meg fixen az kéne, ott meg most igazából elég szar a helyzet, tehát hogy így mind a tengeren túl, mind csak itt a csatornán túl a sziget is elég nagy szarba van. Úgyhogy azért mondom, hogy most lehet, hogy egy kicsit lehiggadok, visszamegyek, visszajövök ide, nyugodt szívvel tekergek itt a megyébe.
lehet, hogy több időm lesz leesni a gép mögé, mert ugye azért ott a vezénylés elég dinamikusan változik, hogy délelőtt, délután. És akkor azt mondom, hogy lehet, hogy legalább így a hobbinak tudok szentelni egy kicsit, még ha nem is komoly anyagi ráfordítással, de időben lehet, hogy többet tudnék ezzel foglalkozni, ami lehet, hogy jót tenne mentálisan is, amúgy. De majd meglátjuk, mit dob a gép. Egyelőre nem tudom még, hogy mi lesz. Ja, úgyhogy ez van. De én csak azon rajögtem, basszus, hogy eltartott nekik másfél hétig, mire válaszoltak arra, hogy most akkor kilépjek vagy ne lépjek. De én tegnap azért biztos föladtam egy levelet, hogy egy felmondó levelet, hogy szeretnék. És délután, műszak végén 3 órakor, mert ugye ők 7-től 3-ig vannak az irodán, így jött a válasz, hogy jó, akkor 16-ával vége. De jók vagytok, ez megmondom, most adtam föl a határozatot, hogy én ezt nagyon szeretném. Nem volt, nem, mert annyira ignorálták az egészet, tudod, hogy így nem tudtam mit csinálni vele, és egy kicsit így én érzékenyen érintett, hogy basznak rá. Úgyhogy én azért ezt így megpróbáltam megnyomatékosítani ezt a dolgot. Aztán utána egyből jött a dolog, úgyhogy mindegy. Nem baj, mert igazából a felmondó levélbe ugye azt írtam, hogy 30 nap felmondási idő, de egyébként tekintsenek el tőle, ha lehetőség van rá, és akkor erre följött a 16-a, hogy 16-án menjünk beleadni mindent. De semmi válasz nem jött. Tehát, hogy én ezt így 30-án elküldtem. Úgy voltam vele, hogy jó, ezek másodikáig biztos nem néznek rá. Mondjuk szegény diszpécserünk, őt nagyon sajnáltam. Ő fölhívott minket, hogy mi az ördög, mi történt? Mert ugye neki is el szoktuk küldeni. Hogy biztos, hogy valaki, mert ő ugye tud magyarul is. És akkor így elküldtük neki. És akkor mondta, hogy de most mi a baj? Azt elküldtük neki a levelet, amit személyesen a főnöktől kaptunk. És akkor mondta, hogy ja, az szép. És nem tudott róla. Tehát nem tudott róla, még a közvetlen vezénylőnk se, hogy a főnök így. Hát betámadt minket gyakorlatilag. Úgyhogy voltak egyébként eszméletlen gondok itt a kommunikáció terén. Voltak eszméletlen gondok amiatt, hogy ugye egy szlovák cég, amit egy osztrák főnök vezet, de te magyar vendégmunkásként mész ki. Gondolhatod, mennyire voltál te prioritásba, tehát hogy mindig is éreztük, hogy minket szarba se vesznek. Tehát ha én szóltam, hogy nincs fűtés a buszba, akkor nem, hogy válasz nem jött, de nem is lett fűtés a buszba. Tehát, hogy ameddig szét nem robbant a szélvédő, addig nem vitték el a picsába, mert addig úgy voltak vele, hogy nem baj, ha belefagysz. Tehát ilyen szempontból meg ezt mondtam bárkinek is, hogy teljesen mindegy, hogy Setra vagy Credo, hogyha nem fűt, akkor fázok. Tök mindegy, hol dolgozok. Persze, itt mindig bele lehet menni, hogy de hát jobban fizettek. Nem minden a pénz, bassza meg. Nem minden. Tehát itthon se haltam éhen soha. Maximum volt olyan, hogy benulláztam magamat a fizetésemhez, tehát a bevételemhez képest a hónap végére. A szar érzés. De még mindig úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy még jobb, mint hogyha hagynám, hogy azt csináljanak, amit akarnak. Nehéz ezt így, ezt így még most nehéz megmondani. Ebből a helyzetből. Ez majd akkor lesz ennek a döntésnek úgymond eredménye, amikor eltelik mondjuk most 1-2 hónap, és meglátom, hogy merre indul el az élet, merre indul el a jövőm, mert igazából itthon belföldről is lehet ilyen járatot pályázni, ugye a legtöbb az Pestről indul. Van egy csomó olyan cég, aki csinál ilyet, és igazából meg lehetne pályázni. Tehát én azt mondom, hogy tényleg, ha most ezt a 2 hónapot szezonnyitásig nem is tudom hol ledolgozni, akkor se fogok bepánikolni szerintem, mert minek? Csak hát igen, az a baj, hogy az itthoni cégeknél ugye fönnáll a veszélye az, hogy bejelent minimálbérre, ami egyébként tök mindegy, mert a szlováknál is körülbelül így volt.
Tehát nem, nehéz jó helyet találni, ahol nem csak jól is érzed magad, de meg is becsülitek egymást kölcsönösen. Tehát itt most megint az a baj, hogy ugye én tök becsültem ezt a helyet, tök el voltam. Nem panaszkodtam, csináltam a dolgomat, én minden este pucba vágtam a buszt, normálisan viselkedtem az utasokkal, nem volt soha olyan, hogy én kaptam volna egy figyelmeztetést is, hogy valami nem stimmel. És akkor utána azt kapod vissza, hogy a 902-esen ti mind szarok vagytok. És ez egy nagyon-nagyon csúnya, nagyon szélsőséges általánosítás, ami meg olyan dolog, hogy tudod, akinek nem inge, ne vegye magára. Tehát, de itt azért azt hozzá kell tenni, hogy mindenki magára vette, csak valaki úgy van vele, hogy rossz napja volt biztos, ideges. De ne rajtam akarjon már ilyeneket levezetni. Miért én legyek az, aki dolgozik, aki teszi a dolgát, aki találkozik az utassal is, és az utas megkérdezi, hogy miért nincs fűtés. És akkor állok ott úgy, hogy hát mert most nincs. Te vagy az, akit betámadnak, te vagy a fronton. És tudom, mondták sokan, hogy miért nem megyek el akkor lediplomázni azt, akkor csinálom én föntről. Mert nem bírnám a felelősséget. Pont ezért nem, mert nekem még van lelkem ehhez az egészhez. Tehát én még úgy állok hozzá, hogy én... Ezt mondták a kollégák is, hogy én hülye vagyok, mert én még mindig szolgáltatást nyújtok. Feleslegesen. Mert nem igazán van rá igény, az utasok részéről se. Tehát gyakorlatilag a buszt azt egy kutya olnak, vagy disznó olnak nézik, és akkor igazából azt csinálják benne, amit akarnak, míg A pontból B pontba eljutsz. Tehát nem értékelik azt az emberek, hogy te este másfél órán keresztül ablakot mosol, felmosol, felporciózol, kitakarítod a budit, kintről is legyen szép a busz, hogy amikor reggel odaállsz, akkor ne azt lássák, hogy ez egy 5 napja nem lemosott busz, tök barna, tök koszos, tök izé. Nekem ez fontos volt, én ezt szerettem. De én ezt megcsináltam, még úgy is, hogy tudtam, hogy nem lesz kifizetve sose, mert ugye az már munkaidőnkön kívül csináltuk végül is. De volt egy ilyen saját mércém, és ezt a motivációt veszik el az embertől, amikor egy ilyet mikor így belerúgnak. És én úgy, és ezt éreztem magamon, hogy ez, tudod, ez amikor ez a motiválatlanság van, hogy beértem érted a parkolóra, és így néztem a buszt, hogy koszos. És már nem mozdított meg bennem semmit. Tehát, hogy azt mondtam, hogy ott rohadjon meg, bezzeg. És így meg nem éri megcsinálni. Tehát én azt mondom, hogy ha csinálom, akkor azt csináljuk szívvel, lélekkel, mert akkor legyen valami igényesség benne, de ha ők ezt nem várják el, vagy ők ezt úgy várják el, hogy erőszakosan, akkor nem én vagyok az emberük. Tehát... Ja... De persze, itt ilyenkor mindig lehet mondani, hogy én vagyok a hülye, tehát hogy... És lehet, hogy én vagyok a hülye. Mert miért nem mondom azt, hogy szarok rá, akkor innentől kezdve kitakarítom egy héten egyszer, aztán ha szólnak az utasok, hogy koszos, akkor megmondom, hogy figyelj, de nekem lejár a munkaidőm, nekem erre nincs időm, hogy kitakarítsam. Mert a többiek azt mondták, hogy innentől kezdve akkor ezt fogják nyomatni. Mikor jár le a munkaidőd? Este 6-kor? Hát akkor mi a faszért takarítasz te 8-ig? Akkor hagyd ott a gecibe. Majd ha rájönnek, hogy nincs kifizetve, ja, mert a szerződésben benne van, hogy autóbusz karbantartás. Mondom, igen, mondom, egy sofőrnek mi a feladata? Rendszámtábla, a busz épsége, világítások, esetleg felszerelés, meg papírok, ennyi. De az, hogy te WC-t pucoljál a buszon, meg takarítsál, az sehova nincs leírva. Tehát azért itt mindig összekeverik a szezont a fazonnal, és ez azért nem így működik. És azért szedtünk össze durva dolgokat. Tehát azért az a durva, amikor olyan dolgokat tudnak összehozni az utasok, hogy pff, elképesztő. Hát itt meg mi van a busszal, már megint fönnakadt. Mindegy, igazából nem sajnáltatni akarom sem magamat, sem a céget. Itt ez egy döntés volt. Nekem a idősebb kollégák azt mondták, hogy hát ezt elkapkodtad. Mondom, mit kapkodtam el? Mondom, innentől kezdve, ha azt mondja, hogy jó, bocs, srácok, akkor állítsuk vissza arra, amit megszoktatok, csináljuk úgy. De akkor is ott van ez a szálka, hogy az meg, ez egy idióta. Mi van, ha jövő hónapban megint eljátsza ezt? Tehát itt kijelentette, hogy mi itt nem fix járatos sofőrök vagyunk, hanem innentől kezdve oda vezényel, és azt
fogjuk csinálni, amit ő mond. És tudod, ez a... Nem, baszki, itt föllettünk véve, választottunk egy járatot, szeretjük, csináljuk. Az, hogy ő kívülről nem lát bele, hogy ebbe egyébként mennyi háttérmunka van, vagy mennyi munkánk van, azzal, hogy ez anélkül működjön, hogy hozzánk kelljen szólni. Tehát itt, ha egy X hónap végén, 28-29-én kijött a vezénylés, akkor onnantól kezdve a következő hónap 28-áig mi velünk nem foglalkoztak. Mert nem volt rá okuk. Mert kusba csináltuk a dolgunkat, és soha nem volt olyan, hogy kimaradt volna járat, vagy valami. Már mindenről tudtak. Persze, senki, de ez ugyanez, ez így van a Budapest Essenen. Tehát a Budapest Essent azt úgy csinálják, hogy egy kolléga Budapestről leviszi, 11 órakor indul este, hajnal 2-re, 2:30-ra leviszi Bécsbe, ott beszáll a másik két kolléga, és akkor az kimegy 18 óra alatt Essenig. Másnap Essenből elmennek Prágáig, Prágából harmadik nap visszamennek Essenbe, és akkor negyedik nap Essenből a busz visszajön ugye Bécsig, ott kiszáll a két sofőr, aki 3-4 napig dolgozott vele, és akkor azon a pesti szakaszon, tehát Bécs-Budapesti szakaszon pedig egy ember elhozza. És ennek általában az volt az eredmény, hogy az egy ember is baszott rá, mint ahogy a másik kettő, hogy nekiálljon takarítani. Mert azért gondolj bele, egy 17 megállós, 18 órás járat után te megkapsz egy buszt, amivel már csak Pestig kell elmenni. Hát hadd ne mondjam, én megcsináltam, az úgy is nézett ki. És én még akkor is vettem a fáradtságot, hogy főporszívóztam, főmostam, leablakoltam, kintről nem tudtam lemosni, mert Pesten nem volt sehova bejárásunk mosatni. De én úgy raktam le ott is a buszt, hogy mondom, nincs pofám ezzel így holnap elindulni. Tehát nincs pofám új utast fővenni úgy, hogy ez így néz ki. És egyébként ezer meg egy ember megcsinálta azt, hogy beért, lebaszta oda azt, hónap már nem én megyek vele, ki a faszt érdekel. És itt tartunk. És tudom, hogy ez engem bántott a volánnál is, ez engem bántott a fix járatokon is, amikor nem igazán úgy kaptad meg a buszt, hogy nem úgy vetted föl, hogy azon látszódna, hogy ki van takarítva. És én akkor is ezt mondtam, amikor ide kerültem. Mondom, ha ezt elkezdjük egymással csinálni, mint kollégák, akkor egy idő után senki nem fog csinálni semmit, mert az lesz, hogy miért csináljam meg, ahogy is koszosan kaptam. De azért mondom, ennek valószínűleg az oka, hogy én még nagyon fiatal vagyok. Mert fatarom is azt mondta, hogy minek nyúljak hozzá, majd akinek van rá ideje, az megcsinálja. És ez a baj, hogy egy idő után az ember így lead magából, saját magából. Nem akarok saját magamból leadni. Én szeretek az lenni, aki vagyok. És ezt tőlem egy ilyen osztrák nyomorút nem fogja elvenni azért, mert ő csak a papírokon keresztül látja az eredményeket. De hát igen, ez valószínűleg ez egyszer lehet, hogy éhen halok pont emiatt. Majd meglátjuk. De az biztos egyébként tényleg, hogy ha itt elkezdik az embereket a minimum kötelező óraszámra forgatni, dobálni, akkor egyfelől nagyon kevesen fogják ezt hosszú távon csinálni. Másrésztről meg az általános közhang, tehát az általános hangulat az leépül. Meg a motiváció is. Mert egyébként ezt vágta hozzánk, hogy mert mi nem voltunk hajlandóak bemenni a két ünnep között. Mondom, ember, elvezényeltél a budapesti járatról egy srácot, tehát a mi járatunkról elvezényelt egyet az Essenire, mert ugye német belföld, a Flixbus német, hát azért tudod így, ott nem maradjon már ki járat, mert hamarabb észreveszik. És akkor utána nem találta Bécs-Budapestre, kibe kell beleállni. Nem a szlovák kollégákba, akik karácsony előtt kinyögték, hogy beteg állomány, hanem azokba, akik végighúzták a karácsonyt, akik itt vannak szilveszterkor is, és akkor bassza kutya, nem megyek be izé a két ünnep között. Hát ne haragudjon már meg a világ. Nem. Ja, mert egyébként a motiváció az úgy nézett ki, hogy gyere be. Mert szarban vagyunk. De november végén, amikor azt mondták, hogy gyere be, kapsz 150 euró bónuszt. Ja, jó, hát akkor megyek. Hát
van az a pénz, meg lehet ezt normálisan, csak ha úgy állnak hozzá, hogy nem akarják, akkor ne várják el, hogy én azt mondjam, hogy oké. Okay. Na mindegy, nem panaszkodok tovább, mert ilyet pár, ilyen, ez mindenhol van ilyen. Tehát az a legnagyobb baj, hogy a legtöbb ilyen felső vezetőség az ugye visszafele úszik, tehát hogy csak magának legyen jó, a többi igazából hol érdekli. Csak így maga alatt vágja a fát, mert azért mondom, ha engem is megkérdeznek, hogy melyik céghez menjek dolgozni, ezt nem fogom mondani. Vagy el fogom mondani, hogy de kurva jó, hogyha vállalod azt, hogy ez így bármikor bekövetkezhet, meg előfordulhat. Na mindegy. Valami lesz, az biztos. Most lehet, hogy a jövő hetet így rászánom a nézelődésre. Kicsit megnyugszom, kitisztítom a képet. Meglátom, mennyi lesz az utolsó fizu. Mármint, hogy nem jött még meg a decemberi, mert ugye minek kapkodni azzal. Másrészt meg ugye most erre a, nem is tudom, lesz 8 napom ebbe a hónapba. És akkor erre a 8 napra még amennyit adnak. Hál' Istennek pont sikerült úgy megoldanom, hogy szabadságom a tavalyi évről már nem maradjon bent. Úgyhogy ezen nem pánikolok, hogy így ezzel le tudnának húzni. Mert ezt is megmondta, hogy ha valakinek benn marad szabadsága, akkor azt le fogja húzni 60%-kal, és hozzáírja valamelyik hónaphoz, ahol kevesebb az órád. Mondom, az fasza. Tehát... nem. Tehát egy undorító gilisztáskodás megy, és igazából ott lop meg. Ja, mert hát ugye az, gyakorlatilag ez egyértelműen kijelenti, hogy meg fog lopni. Tehát azzal, hogy ő azt mondja, hogy nem fogja kifizetni a 173 órádat, amire a szerződés keret van, mert hogy te nem akarod ledolgozni. Érted? Azt mondja, hogy nem akarod ledolgozni. Ő nem akarja elszámolni, mint munkaidő, azt, hogy Pesten 2 órát állok. Tehát nem én nem akarom ledolgozni, ő nem számolja el, és utána még azzal fenyeget, hogy akkor ezzel, ha akarnék, elmehetnék bíróságra is. Csak kicsik vagyunk. Hangyák vagyunk. Egy dologhoz értünk, bassza meg, menni, dolgozni. Nincs pénzed meg időd arra, hogy leállj egy ilyen céggel, egy ilyen faszkalappal veszekedni. És ezért mondtam én azt az előbb, hogy amíg egyenes a gerincem, addig megmondom, hogy jó, köszönöm, megértettem, így nem vállalom. Ennyi. Majd helyette vállalok valami sokkal szarabbat, azt akkor majd lehet itt izéni, agonizálni, de... Mindegy. A tapasztalatnak én azt mondom, hogy nagyon jó volt. Tehát azt, hogy elmentem egész, nem egész Európát, de így tekerektem egy kicsit Európába, így észak-dél vonalon, itt így Berlin-Zágráb vonal volt ugye a leghosszabb, amit csináltam. Az mindenképpen így megmutatta, hogy ma már bárhova eltalálsz. Tehát, hogy igazából még azt is megmerem kockáztatni, hogy a mai világban már nem nagyon kell vonalismeret. Mert autópályán egyenesen kell menni, a városban meg beütött, hogy hol a pályaudvar, azt kész. Tehát annyira nem kell pánikolni ettől az egésztől, hogy én úgy vagyok vele, hogy innentől ez bármi beesik, azt bármikor nyugodt szívvel. Úgyhogy... Úgyhogy tapasztalatnak, nyelvi szinten is sokkal többet sikerült így gyakorolnom, mint gondoltam volna, hogy így majd német fronton így angolul ennyit fogok tudni fejlődni. Már csak azzal is, hogy használtam a nyelvet, sok mindent le tudok reagálni. Lehet, hogy ez most per pillanat úgy néz ki, hogy azokat a szakmai kulcsmondatokat tudom csak zsigerből, amiket ugye itt napi szinten használtam, de azért, amikor volt valaki, aki odajött beszélgetni, szó szerint, tehát akkor azért tudtam pár kifejezést, pár olyan mondatot mondani, amit ő is értett, én is értettem, amit ő akart, vagy amit ő mondott. Ez jól esett, ez jó volt. Úgyhogy nem tudom még, hogy merre fogok menni, de én szeretnék még így, ameddig így azt mondom, hogy sok lehetőségem van, sok időm,
addig bepróbálkozni esetleg egy másfajta nemzetközi irányjal, és nem feltétlenül Európa, meg Európán belül maradva akár. Tehát álmodozni lehet, azt nem tiltja semmi, meg senki. Wow, már 1930 van, zsír. Még kevesebb ideig tart ezt a szart megcsinálni. Nagyon megy itt az idő, nincs új szerződés egyébként. Nincs. Ah, de kár. Na mindegy, szóval valami lesz. Oppá, itt viszont valami van. Mi van itt? Ja, igen. Steel tank. Lehet ezt upgrade-elni? Emetleg lehet, csak most pont. Mennyi van ebbe? 25 000. Ha ezt bezárom, azt áttankolja a többibe, ugye? Ja. Mert ezt egyébként... Ó, azt a mekkora! Jó, nagy. Jó. Semmi gond nincs ezzel, majd veszünk. Ha kell, egyelőre nem kell. De legalább egy is ki van fejlesztve. Az olyan szinten sikerült bebiztosítanom itt a pörgést, hogy igazából halálnyugodtan el vagyunk vele, tehát azért mondom, hogy majd egyszer biztos jön valami, ami miatt megint át kell építeni a dolgokat, de hosszú évekig el lehet vele lenni, úgyhogy nincs ezzel baj. Ja. De hát azt egyébként kívánom mindenkinek, hogy ennél jobban induljon, vagy jobban menjen az új éve. Mert azért ezek nem jó kilátások, akárhogy is nézzük. De én a lehető legpozitívabban fogom fel, mert szerintem... bazznek, bejött egyszerre a két gép. Na de jó vagy. Ez megint szopás. Mert nincs okom panaszkodni, nincs okom pánikolni. Legalábbis nagyon úgy érzem. Ha gyorsan dobáljátok össze itt a cuccokat, hogy menjen ki a gép. Úgy, nagyon helyes. Köszöntem. Annyira gyorsak a srácok, hogy már kész is. Kettőt villantak, aztán egy óra alatt ki leforgatták az utasszállítót. Amíg mennyi van? Bezzeg. Nem fognak tudni leszállni. De mindegy is igazából, mert 7 óra bezártunk. Kár, hogy nincs. Tehát én nem tudom, én nem olvastam sehol, hogy lesz majd éjszakai üzemidőszak. Pedig amúgy azért a modern repülésben is repülnek éjszaka, tehát hogy meg szerintem azért az mindig meg volt oldva valahogy. Aztán lehet, hogy tévedek, annyira nem vagyok ott az aviationben, majd meglátjuk, hogy így a 50-es évektől mit mutat. Ups, ja még jön a üzemanyag. Ja, meg sok üzemanyag jön most. Mert rendeltem plusz 30 000-et. Így elméletileg most pont itt telibe kimaxoljuk a rendszert. Néha nem árt egy ilyen 1-2 hét alatt, vagy 1-2... Na. Egy ilyen 6 nap alatt azért úgy nagyjából elfogyogat az anyag. Aztán lassacskán majd, hogyha eljön az ideje, akkor ugye itt már ugye van egy ilyen pumpás állomás. De ezt a kettőt is, ez még mindig az eredeti. Ezek jó régiek. Ezek még mindig ugyanazok. De megbízhatóan működtek, szóval nem volt ezzel baj. Csak ilyenkor mindig ezt az utolsót ezt le kell mondani, mert tudom, hogy valamennyi pénzbe kerül, de csak így tudom a legolcsóbban megrendelni, még ha alkalmanként is. Ja, ilyenkor azért beesik a nap mínuszba, amikor így ki kell egészíteni az üzemanyagot. De ez csak ilyen biztonsági dolog, tehát hogy így... Most azon gondolkodok, hogy ha napi szinten én azt a 2-3 000-et lerendelném valahonnan, az megérné nekem? Érdekes. Nem. 2000. Nem akarok annyi pénzt eldobni, jó az így.
Hát mondjuk ez így... Aha. Vagy 1750... 2000... Lehet, hogy meg lehetne tenni, hogy beállítunk egy ilyet, hogy 3000-re nyomja a bulit. És akkor mindig pont annyink lenne, amennyi kell. Ezt berakni mondjuk reggel. Így, nem tudom, 7:30-ra. És akkor már biztos, hogy befér. Amúgy is. Mert ennek elég olcsó lemondása. Mindegy, rakjuk be oda azt. Tudom, hogy kevés, de pont ennyi hiányzik a kompenzációból, úgyhogy ezt oda beigyeztjük. Mondom, azt imádom nagyon csak ebbe a játékba, hogy nem szól, hogyha valami változás van, csak így hagyja, hogy próbálkozzá. Ami tök jó. Csak hát azért volt már, hogy a szerződések miatt is így néztük, hogy van új. Mi a fasz, várjál, mióta? Azt egyszer csak így ott volt. De most meghozta a 3000-et már most reggel? Az elegáns volt, ja, erre nem gondoltam. Mennyi az idő? Már 10 óra? Na, szerintem 11:30-nél tovább nem fogunk ma menetelni, mondom, mert mondjuk összedobáltam a cuccaimat reggel, így, hogy ugye rövidebb időintervallumra megyek. Így azért nem volt ezzel annyira baj. Nem volt olyan komolyabb dolog. De hát, ha minden igaz, akkor igazából vasárnap hazajövök, aztán hétfőn mindent megyek leadni, tehát, hogy jó kitalálták, majd viszem koszosan a kabátot, meg mindent leadni, mert mikor mossam ki? De hát mindegy, ez van. Opa. Ki kéne találni egyébként, mi a francot csináljunk ezek után, merre induljunk el, mert ugye oké, hogy itt így haladunk, meg dolgok, de hogy így mi lenne a következő igazán releváns dolog a részünkre? Itt van ilyen permanent cucc, sőt ez mindaz, ez nem, ez a három, ez király. Azért ez mind király lenne. A construction az is ugyanoda tartozik igazából. Az office az halál messze van. Personal. Nem tudom, hogy az üzemanyagos. De az üzemanyagosok is indikolata 5000 egységnyi. Hát tök nem tudjuk kihasználni. Tehát ezeket mind így meg lehet csinálni jó előre, de például nem tudjuk kihasználni. Csak azért csinálom tényleg, hogy ha szükség lesz rá, akkor már kéznél legyen. Mondta valaki egyébként, az egyik ilyen Steam-es, ilyen, hogy is jelként tudástárba, hogy amúgy nagyjából az 1950-60-as évekre telibe totál ki tudod maxolni a játékot. És én ezt csak azért mondom, hogy fura, mert hogy utána már nincsenek új gépek, vagy utána már nincs változás. Hát azért ott még 2000-ig el lehet vele menni elméletleg. Nem elméletleg, nem el lehet menni. Sőt, hát gondolom a fölé is, csak onnantól kezdve már ugye nem lesz tartalmi változás. Utána maximum csak így csiszolgatni lehet azt, hogy mi mennyire működjön jól. Jó, messze vagyunk innen tőle, mint Makó, de... De elméletleg minden fasza. Na jó van, jó lesz beállítva, hogy az üzemanyag, hogy elnézem, mert pont annyi hiányzik, ilyen 2-3, és hogyha az megjön ugye a reggeli órákba, akkor pont annyival visszapótol.
Azért reggel raktam, mert ugye amikor elindul a biznisz 6 órakor, akkor már visznek ki üzemanyagot. Tehát, hogy elméletileg így ez a 3000 soha nem lesz több, mint amennyire igazából, mint amennyit el tudunk rakni. De majd kiderül. Egyelőre így pont jó volt, mert így pont centire befért. Aztán meglátjuk, hogy ez mit mutat, de igazából azért kompenzáltam vissza ezzel a megoldással, mert pont úgy jött ki, hogy ez a minden egyes nap ilyen 2000-re kevesebb maradt. Tehát mindig pont úgy fogyott, tehát a fogyást a nagy számokkal nem igazán lehetett rendesen fönntartani. Muszáj volt igazából belenyúlni. Most az 1700 az annyira nem nagy összeg, hogy azt napi szinten ne bírjuk ki. Mondjuk, jó, ez megint olyan dolog, mondom, hogy ha 6 naponta, 6-7 naponta kellett a 11000-es, akkor az majdnem ugyanott van. Ilyenkor így tudod, ezek a katonnak a fogaskerekek, és így a végeredmény az a genius, tehát hogy... Próbálom átlátni, hogy mit csinálok. Hogy amúgy a tornyokat, hogy esetleg azokat így előre fejleszteni. Mert az az érdekes, hogy ugye pont ezen izéltem, hogy most 30-at kezel ugye a két torony együtt, de hogy ezt így tök véletlenül jöttünk rá, hogy ha kettőt lerakok, akkor az ugye tovább fejleszti a dolgot. Csak nem tudom, hogy ez még megállja a helyét. Igazából az a jó, hogyha balanszban tudom tartani a szerződéses járatokkal a labort, akkor halálosan el leszünk így, tehát nagyon sokáig. Itt az arról a proppan nagy kérdés, hogy mi fog még bejönni. Alapvetően örülnék neki, hogyha most már lassan ezeket a dupla fedelűeket, meg ezeket a izéket leváltaná ugye a nagyobb, mondjuk a DC korszak. Tehát attól meg még fizikailag messze vagyunk. Bár egyre kevésbé természetesen, de... Lehet, hogy olyan irányba kéne fejlődni, hogy kifejleszteni itt ezt a vízzel való kapcsolatos, vagy vízzel kapcsolatos dolgokat. Mert ugye, hogyha jönnek olyan gépek, amiknek szüksége van arra, hogy a vizet tudjuk kezelni, tehát akkor legyünk esetleg készen arra. Mert ugye ezeken a placokon, ezeken a tarmak rámpákon, ezeken már ugye mindent is lehet. Tehát, hogy szemét, víz, takarítás, ezeken már minden van. Illetve van két parkolóhelye, tehát ugye ezeknek már ugye a csomag és a ízébeszállítást is tudja kezelni, tehát a lépcsőt. Ezek lesznek ugye valószínűleg majd azok, amikkel tovább megyünk. Nem tudom, hogy feltétlenül megéri-e fönntartani. Tehát ez majd akkor fog meglátszódni, hogy mikor kezdjük el végképp lecserélni a füves placokat. Amikor így a matek kiadja, hogy hány gép, hogyan jön majd. De egyelőre nem igazán volt rá igény, mert ugye ez még mindig tudja fogadni a médiumokat. Ez ugye már heavy-ket is. És ezen felül lesz majd valamikor nagyon soká ugye a szuper. Na, nagyjából jól lőttem be az üzemanyag érkezését, fogyását. Vagy még majdnem, hogy még majdnem karcsú is. Szeretem látni, amikor így megy a dolog, amikor így magától teltház van, pörgés, hadd szóljon. Szóval szép, hogy itt felsorakozik ez a sor, mert ehhez ugye nem is nyúlok hozzá.
Ez ugye az egész itt a menetrend szerint, meg egy ez is. A másik oldal az nem ennyire átlátható. Mert ugye ez a kargó. Itt egy kicsit nagyobb a... Hoppán, valaki megint késett. Itt egy kicsit nagyobb a nyüzsgés, de itt ugye egy kicsit kaotikusabban ráadásul, mert ugye két leszálló pálya dolgozik, ugye egy... illetve négy pálya dolgozik ugye egy területre. De így tudtam fenntartani a lehetőségét annak, hogy ne akadjunk össze. Ezek az épületek is csak azért vannak ilyen faszul lerakva igazából, ha mondhatom így, mert így tudnak majdnem mindent jól lefedni. És még így is karcsú, mert így sem igazán, tehát azért van az, hogy néha befigyel egy pár perc késés, mert tudom, bambulnak, vagy összeakad a rendszer, vagy ilyesmi. Tehát, hogy még azért így is vannak hibák, tehát ezt lehetne még tökéletesíteni, de egyelőre nem piszkáljuk. Most már anyagilag ott tartunk, hogy lassan meg tudnám venni itt ezt az egész sort. Mert ugye ez 350-be kerül. Nem indokolja semmi, és fosok, hogy hozzányúljak a dologhoz, mert... Nem biztos, hogy nekünk arra szükségünk van, hogy itt ennyi pénzt eldoboljak így magamtól. Most amíg nem kell itt a... átépíteni, és nem kezd el nagyon szűkös lenni a dolog, addig nem fogom piszkálni szerintem. És ennek leginkább az oka ténylegesen, hogy amíg így életben tartható, addig gyűjtögetünk. Mert ez a napi 8000, amit így nagyjából össze lehet kotorni, ami most már lehet, hogy kevesebb, de ameddig profit van, addig nem félünk. Addig mehetnek nyugodtan a fejlesztések, a labor dolgozhat magába. Addig jó, addig semmi okunk a pánikra. Mondom, hogyha leállítanék egy 6 labort, még akkor is lehetne dolgokat okozni, csak sokkal lassabban. Viszont pikpak, tehát olyan szinten meg tudnánk szedni magunkat szerintem. Ezért napi ilyen 20-25 ezrek szerintem elmennek alsó hangon arra a laborra, ami most ide ki van építve. Tehát ez 8 fullos, 24x8-as cucc, ha minden igaz. Ja, azt hiszem, az pont úgy jön ki. Úgyhogy azért itt dolgoznak komolyan a srácok, nincs azzal baj. Sokba kerülnek. Tehát azért mondom, hogyha nagyon megszorulnáknék, akkor csak simán fognám azt, hogy hello. Elküldeném a felét, aztán hello. Nincs itt gond. De mondjuk indokolatlan, mert pénzünk meg van. Nagyon, nagyon, nagyon safety-re játszok. Super safety. Ez még akkor is jó, hogyha nem izgalmas, mert mondom, mert akkor lesz jó, amikor ebből mondjuk 100-150-et elköltök arra, hogy valami olyat építsek, ami nem csak működik, de szép is. Mert amúgy lehetne így a sziklákkal, meg a kerítésekkel, meg a fákkal, meg ilyen bokrokkal olyan dolgokat létrehozni, ami tényleg igényes is. De azért nem csinálom, mert szerintem az bőséggel ráér akkor, hogyha már... Hát, hogyha mondjuk úgy fixálódna a layout, tehát hogy nagyjából látnánk, hogy mi az, amit fixen meg akarunk hagyni, meg ami meg lesz hagyva. De itt valószínűleg addig, ameddig el nem kell kezdeni terminált építeni, meg ilyenek, addig nem nagyon lesz itt erről szó. Az a része még nagyon vonz, azt nagyon szeretném elérni. Igazából... Szerintem az is olyan, hogy csak attól függ, hogy ki építed-e. Itt van. Ez azért még sok idő. Ezt nem most fogjuk elkezdeni, de ez az, amitől elkezdhetsz ugye terminált építeni. És szerintem ez nagyon király, tehát hogy amikor ezt majd így meg tudod oldani.
Mondjuk az egy kicsit sajnálom, hogy így az 50-es évektől kapunk egy ilyen lehetőséget, ilyen betonterminált építeni, és onnantól kezdve csak azt, tehát hogy így... De mindegy, mert nagyon, nagyon kívülről úgyse fogjuk látni, mert ugye ezt belülről is be kell elméletileg rendezni, hogy csekkolókapu, büfék, újságos, stb. És akkor lehet majd látni, hogy ott futkároznak a kis nyugyarátorok. És akkor már nem 70 emberekkel kell azért számolni, hanem több százezer, vagy mármint több száz, több ezer. És hát ugye ezek kibe fognak rohangászni, tehát be kell rakni őket buszba, ki kell venni őket a buszból. Nem tudom azon a részén mennyire dinamikus a játék, de nagyon remélem, hogy egyébként így a fejlesztők azért így az optimalizáltság, meg a bugokat, azokat javítják. Annak nagyon örülök, hogy ugye most már több mint egy órája megy, és nem akadt össze. Tehát nem tévedtek el az autók. Mert azért csináltak-e azért régebben olyat, hogy így fogják, és akkor összeakadnak az úthálózaton, hogy nem férnek el egymástól, azt így nézik egymást, hogy akkor most kinek van elsőbsége. Mostanában nem volt ilyen. Úgyhogy ez tök jó, ezt én pozitívan élem meg. Na, pont jól jön ki az üzemanyag, azt nézzétek. 64.900 és 95-öt tudunk elrakni. Most jön rá a 30. Most jó, most ki van balanszolva nagyon. Ennek örülök, hogy ezt így kikompenzáltuk. Mondjuk az, hogy minden nap kapunk 400 csomagot, 200 vagy 120 petákért, az mondjuk nagyon durva. De igazából azért tudunk így fejlődni, meg azért van ennyi pénzünk, mert ezt így meg tudtuk tenni, hogy jó ideje korán kifejleszteni azokat a spórolós dolgokat az office-ba, tehát az üzemanyag miatt egy kicsit karcsúbbak vagyunk. Tehát az, hogy az office-nek a működését ugye optimalizáltuk idejekorán, hogy olcsón tudjunk beszerezni nyersanyagot, az hasznos. És itt már látszik nagyon, hogy azért az roppant jó ötlet volt. Ugye én nálam az a mérce, hogy úgy kéne ezt csinálni, ugye mindig, hogy a lehetőségekhez mérten a belső gépek közül is mindenkit fogadni, amellett, hogy mindig teljesítjük a kontraktokat, tehát a szerződéseket. Ez egy ponton túl ugye lehet, hogy nehéz lesz, ha már ugye nem ilyen kis gépek, nem ilyen gyors ellátással fognak érkezni. De alapvetően ugye mivel folyamatosan gyorsul és a számok folyamatosan nőnek, tehát ugye a tartálykocsik is egyre többet visznek, egyre gyorsabban megtankolnak, egyre gyorsabban tankolják meg a gépet közvetlenül onnan mellőle, ezek ugye mind azt próbálják eredményezni, hogy bármennyire is nőnek a gépek, bármennyire is nő az igénybevétel, a tempó az ugyanennyire gyors legyen. És megint késett az egyik gép, rohadjon ketté. Nem tudom, hogy mit csinálnak itt a buszsofőrök, biztos sztrájkolnak. Nem is értem miért. Biztos kevés a píz. Azt mondjuk én nagyon szerettem anno, amikor, hát régen nagyon sokat Sims 2-ztünk, főleg a hugaimmal leginkább, és akkor így én imádtam azt, amikor megjött a lehetőség a Sims 2-be anno, hogy lehetett bizniszt építeni. Tehát eladhattál WC-t, fürdőkádat, virágot, oszlopot, szobrot, autót, helikopter, mindent, amit csak pofád volt, ezt el tudtad adni. És én mindig azt szerettem benne, hogy amikor már jól ment a biznisz, akkor voltak olyan karakterek, akiket így megcsináltál, hogy majd velük játszasz, és elmentél dolgozni ahhoz az emberhez, akivel egyébként kiépítettél egy tök jó bizniszt, majd onnan, mivel jól ment a dolog, a bolt, ezért így fölbasztad a fizetését így a plafonra. És akkor így gyakorlatilag ilyen gazdaságilag ilyen torz képet tudtál adni, mert így mindenki tök jó helyen dolgozott, és mindenki gazdag volt. Csak tudnám, honnan a faszból került elő annyi pénz, tehát hogy ez az érdekes az egészben, hogy jöttek ugye azok az szimek, akiket ugye a játék így legenerált, hogy jöjjön a szórja a pénzt, és akkor azok látták el a dolgokat.
Jé, napközben is érkezik csomag, most néztem. Ja, napközben is érkezik csomag. Kicsit indokolatlan, de fogjuk rá, hogy jó. Messenger, ez most jó, ez most megvolt. Na most jön a matek. Mire menjünk rá? Ez az AGS Airlift, ez lehet, hogy jó lenne, mert az ugye, ha véletlenül beesik olyan gép, aminek szüksége van rá, akkor ez pozitívan hatna. Ugye Passengernél nagyobb busz, meg még több ilyen vontatható szar, az igazából szerintem nem olyan lényeges. Ez csak a kapacitást növeli. Gondolom több ilyen izét vontat. Vagy nagyobb utánfutót. Ez a busz ugye 25 főt képes vinni, nem indokolja semmi. Lépcsőnk már van, ez az alap. Én azt mondom szerintem, hogy itt a csomagkiszolgálásnál készüljünk elő arra, hogy föl tudjunk pakolni olyan gépekre is, amik ugye nagyobbak. Ugye itt látszik, hogy azért a számok még azért elég nagyok. De ha megnézzük, hogy igazából 10 évvel dolgozunk magunk előtt, akkor az annyira nem gáz. Constructionben még nagyon ráérünk a konkréttal foglalkozni, mert ugye ezek már a jet korszaknak az előmeneteleit teszik ide, tehát nagyon ráérünk vele kapcsolatba. Úgyhogy szerintem ezt most így csináljuk meg, ezt a csomagrámpás dolgot, mert azzal nem baj, hogyha úgy készen létbe leszünk, tehát nem vettem még lépcsőt meg rámpát egyáltalán, mert jelenleg nem indokolja semmi. De hogyha véletlenül eljön az időszak, hogy na akkor holnaptól kell, ne akkor kelljen kapkodni. Ne akkor kelljen azt mondani, hogy el kell küldjem a gépet, mert nincs. És én nem is tudom, hogy hova írja, vagy hova írná, ja, itt írná elől. Elől ez a kettő írná, itt lehet látni, hogy ez a luggage, meg ez a izé rámpa, hogy kell neki. Ugye azokat majd csak ilyen tarmak rámpákon lehet alkalmazni, de majd úgyis szól a játék, vagy hát úgyis észre fogjuk venni, hogy mikortól van arra igazából igény. És most még azt mondom, hogy kényelmesen meg tudjuk csinálni. A baj az, hogy ugye mivel 0 km, tehát innentől kezdve megint ugye vakon repülünk bele a jövőbe, ahogyan az a valóságban is történik. Tehát azért mondom, hogy direkt nem szoktam a játékokat ugye úgy játszani, hogy feltétlenül előre megnézzek dolgokat, mert akkor elveszi belőle az izgalmat. Tehát én most így kivárásra megyek, hogy na mikor jön az újabb hullám, mikor jön a nagy változás megint, amikor majd lehet gondolkodni. Mert akkor sokkal jobb, hogyha ott dől el, hogyan egyébként döntöttem most, az későbbiekben pozitívan hat ránk, vagy nem jól döntöttem, mert nem jól gondolkodtam, mert nem arra számoltam, amire a játék, vagy mint hogy úgy alakul a játék, amire én számoltam. Úgyhogy ez így jó, ez így teljesen jó. Pont annyi izgalmat ad, amennyi kell, hogy így ébren tartson, és így és hajtson, tehát hogy így haladjunk, menjünk előre, lássuk mit hoz, mi lesz belőle. Kicsit ilyen grindolós, farmolós feelingje van, mert ugye tényleg azt sem tudom, mikor építettük ki ezt a rendszert, 26-ba, 5-be? Tehát jó pár éve igazából ugye játékidőn belül ugye ez így pörög, és nem kell hozzányúlni, de én azt mondom, hogy ez így a tuti. Tehát, hogyha ezt ki tudjuk balanszolni, akkor nincs okunk pánikolni. Szerintem amúgy sokkal, tehát nagyon jót tenne ennek a játéknak, hogyha nagyobb lenne a közönsége. Szerintem nagyon pici a közönség, és azért nem fejlődik adott esetben olyan dinamikusan. Mert lehet, hogy nincs annyi visszajelzés sem.
De én azt mondom, hogy azért eléggé kitesznek magukért a srácok, hogy... Hogy ez azért jó legyen. Szerintem olyan cuki, hogy itt mozognak és körülnyüzsgik a gépeket. Jó, mondjuk engem alapból is lenyűgöz, tehát hogy maga a repülés, meg az, hogy ezt milyen szigorúan kell venni. Most legugolt, vagy csak elsüllyedt az aszfaltba. Jönnek a takarítók. Érdekesen fordul ide a rámpára, de mindegy, ezt most hagyjuk. Mondjuk ezek jó pofák, ezek így besétálnak, benn vannak, aztán kijönnek, az killesznek. Tehát, hogy mi történik valójában odabent, hogy azt nem tudod. Mondjuk az, hogy miért nem kezd el addig tankolni, ameddig ezek itt teszik a dolgukat, azt nem tudom. Ja, de megtankolta, akkor csak nem látszott az ikon. Az mondjuk tök jó, hogy viszont ez ilyen valóságos-szerű, hogy az utasok csak akkor szállnak be, ha egyébként a gép már kész van. Ennyi. És akkor ott maradt két ember, mert azok ott így megálltak. Na mindegy. A lényeg, hogy aranyos. Nekem nagyon tetszik ez a kicsit ilyen rajzfilmes, kicsit ilyen egyszerűsített, low polygon-szerű, de mégis azért vannak árnyékok, tehát ez tök jól össze van rakva. Nincs vele baj. Na, jön az üzemanyag, igen. Néztem, hogy miért nem teker az idő. Most érkeznek a gépek. Lerakják a cuccost, aztán de ki vagyunk maxolva. Na, ez így helyes. Kellett oda az a nagyon picike kis segberúgás itt ennek a mércének. De így már optimálisnak tűnik. Ja, az 4, az 6, ez 6000. Nem vagyunk annyira elengedve azért, de jó ez így, azért napi szinten. Azt kell, hogy mondjam, hogy be vagyunk biztosítva. Elképesztően jól néz ki, amikor nyüzsögnek. És azért itt nagy a mozgás, tehát azért itt a busz, a rámcsek, a takarítók, a catering, minden, ami csak mozoghat, az itt mozog. Azért, ha itt beindul majd egyszer az élet tényleg a nagyobb gépekkel, a rámpa, itt ez a csomag rámpa, meg egyéb dolgok, akkor azért nagyon durván fog kinézni. Na, nagyon gondolkodok rajta, hogy át kéne építeni legalább az egyik ilyen utasforgalomra megnyitott épületet, ugye nagyobbra, de közben meg tudom, hogy nem tudtuk kihasználni, tehát hogy azzal, hogy 8 kocsit tud fogadni, annak semmi értelme, mert nem tud annyit egy kapura leforgatni. Ilyet már nem tudok venni újat, hát az sajnálatos, mert hova lett? Itt van. Mert ugye itt van, hogy ez gyorsabban szállít elméletileg ki be. Igen, jelentősen jobb lenne. De közben mégis a fenntartása az... Hát azon még nem is megy el a dolog. Gyorsabbnak vallja magát, csak közben meg nem igazán az. Illetve 8 autónál nem tudod gyorsabb lenni. Tehát ha én új épületet szeretnék, akkor mind a kettő helyére új épületet kéne, hogy rakjak, és megtartani a benne lévő 4-4 autót, és afölé nem menni, mondjuk igaz, hogy ebbe csak kettő van. Ja.
De hogy a négyet tudja kezelni, top fölötte nem. Ezt így meg kell hagyni. Az a nagy alok, hogy hogyan fogom itt a zöld hátteret úgy megoldani, hogy az szellőztethető legyen, mert a sarok az szerintem berohadt. És nekem az a tippem, hogy föl kéne fúrni egy izét, egy deszkát körbe, hogy alatta ugye levegős legyen, és hát ja, az a baj, akkor sem tudom, hogy fog lógni. Aggódok itt ezen a nyomorult zöld hátteren, hát pont akkor kezd berohadni a fal, amikor basszus ilyen közel le vagyok a számokkal hozzá, hogy használhassam, vagy hogy a saját mércém szerint elérjem azt a szintet, hogy használjam. Ez ilyen általában, ez ilyen zseniális. De mindegyben maximum, hogyha nagyon szar a helyzet a függöny mögött, akkor újra tervezünk. Mert végülis a kamera attól még működik, hogy nincsen előtt a zöld háttér. Ez végülis érthető. Csak szerettem volna ilyen igényes lenni. Az lesz a projekt, hogy ezt még mindenképpen kifejlesztjük, és kiválasztunk utána valami mást. Mert azt nézem, hogy ennek még így pont három nap lesz a... Ja, itt pont három nap lesz az átfutási ideje. Mire megküzdenek vele. Az úgy még pont jó. Mindig nincs új kontrakt. Nincs. Na, kár. Várom már nagyon, hogy Nikó dobja be. Remélem nem kell 1940-ig várni. Kíváncsi vagyok, hogy most le fogja tiltani a YouTube-a izét. Illetve nem tiltja le soha, tehát a Twitch letiltja a hangsávot, ha valami olyat érzékel, és megkérdőjelezi, hogy mit csinálsz. A YouTube nem tiltja le, csak ugye odaírja, hogy szerzői jogi védelem alá esik, amit benyomodsz. És ha megnyitod, akkor odaírja, hogy amíg nem vagy JPP-s, tehát ugye YouTube partner programos, addig ugye leszarja, mert addig ugye nincs bevételed, akkor mit érdekli őt? De hogyha már ugye reklámfelületnek tekint, akkor már az már beleszól a bevételedbe. Mondjuk olyan messze vagyok attól is igazából, hogy nem kell ezen aggódjak, csak mindig kirakja, meg jót rövök rajta, hogy jó, oké, kösz. A legtöbb új Far Cry-os videóm az mind ilyen. Amelyikbe zenét raktam, az szinte mind ilyen. Ezeket az utolsókat gyorsan beengedjük. Itt már érdemes így külön rápauzolni, hogy nehogy az legyen, hogy buziskodik, de még ami még 10 perccel zárás előtt beesik, az még leszáll. Régebben mondom, az alfa, tehát az egy, vagy a release előtt ott még azért működött az, hogy ha az utolsó pillanatban beengedtél a gépet, az még leszállt. Mostanában nem nagyon láttam ilyet, úgyhogy sajnálatos módon nem igazán működött.
És átjöttem egy kicsit ide, és tartunk egy napot, megnézzük itt mi a helyzet. De elméletileg itt is minden működik. Hú, nagyon jó, nagyon örülök neki, hogy az üzemanyag az most ilyen szépen be lett állítva. Hogy mindig meglegyen a mérce, a maximum. Azért az jó, tehát azért a 95 ezerrel alapvetően be vagyunk biztosítva, mert egy nap alatt ugye 63 fogy el, mármint hogy annyit rendelünk. De azért két napot már nem bírna ki. Tehát két napot már nem bírna ki a raktár, úgyhogy azzal azért óvatosan. Viszont amennyi pénzünk van, azzal meg nagyon kényelmesen, nagyon sokáig. Na lássuk, mennyi volt a mai. 8 az 2, az 7, 7. Az teljesen jó. Sose volt ilyen jó, sokkot is kaptál. Ez így maradhat. Most megnézzük, hogy itt mi a fennforgás. Igen. Ez ilyen elegáns, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Szara szét vannak a kapuk. De mindegy, jó az úgy, ahogy van, működik. Mondom, amióta igazából ugye azzal a tendenciával dolgozunk, hogy a szerződéseket nem tartjuk meg. Mert ugye ahhoz, hogy a szerződés ugye föl legyen bontva, tehát lejár, de ahhoz, hogy föl legyen bontva, ahhoz neked fel kell bontani. És most ugye ezzel a második neki kényszer, második neki futással ugye elengedtem azt az ötletet, hogy én minden szerződést megtartok, mert bár eszméletlen jól nézett ki, sokkal, tehát még nagyobb volt a gyűzsgés, még nagyobb volt a forgalom, és még komolyabbak a bevételek, de ugye nem tudtam kibalanszolni a torony miatt, most lehet, hogy már ki lehetne, de úgy döntöttem, hogy nem. Ami szerződés lejárt, azt elengedjük, és mindig azokhoz ragaszkodunk csak, amik éppen jönnek, így kevesebbet tudunk elrakni pénzbe, mert ez egyértelmű. De mégis azt mondom, hogy jó ez így, mert ugye fent tudjuk magunkat tartani, és nincs teljes katarzis. Úgyhogy ez így. A jövőben meg lehetne oldani, hogy megmaradjanak. Tehát azért mikor, mit tudom én, 8 szerződés kimegy, de bejön helyette 10, azért ott is érződik, hogy többen lettünk, tehát. És ez csak egy társaság, tehát azért így dolgozunk együtt egy 6 társasággal. 1, 2, 3, 4, 7-tel. És ez összesen azért, nem is tudom mennyi gép várja. 15, 21, 30. 3, 46, 56, 64, 64, 70, 77. 77 gép érkezik csak szerződéssel. Tehát akik így a szerződésesek közül. Napi szinten. Tehát azért mondom, hogy elég az. Ezen kívül amúgy, hogyha ide benézünk, megnézzük a tegnapi napot, akkor itt látszik, hogy 120, tehát gyakorlatilag még majdnem még egyszer annyi gép érkezik, mint amennyit szerződésesben előre ütemezve fogadunk. Az sok, azért az elég durva. Tudom, hogy napi szinten eltérnek a számok azért, de az sok. Nem tudom, mennyi csomagot rendelünk, de mindig kim van maxon, úgyhogy 300-akat, ja, akkor azért van kim maxon, mert most is 780-ra jött meg a 300, tehát kurva kényelmesen elég. Még visz is haza belőle a szállító. Azért itt is nagy a rohangászás, meg kell hagyni. De az nagyon jó ez a megoldás, ez tetszik, hogy erre rájöttem, hogy ugye itt mindenhol van behajtó, hogy itt ne legyen probléma. Viszont van egy ilyen szervíz út, ami meg azért hasznos, mert bárhová tudok rajta építeni, ugye.
ide épületet, mert nem akar össze ezekkel, ezekkel az utcákkal. Úgyhogy ezt a formulát szerintem végig kísérjük így a karrierünkön. Mert működni látszik. Az, hogy itt a gépek itt ezt az utat ugye két irányból használják, az már kevésbé jó, mert itt is egymással szembe jönnek, és akkor nem tudja eldönteni, hogy mikor induljon el, meg látod itt megáll, mert ez jön ki előre. Tehát egy kicsit ilyen fura, de ugye oké, le van kontrollálva, tehát hogy azért vannak a toronyban emberek, meg azért van Grand Control, hogy ezt így megoldják. Meg amúgy jó az AI, tehát hogy olyan nincs, hogy nem tudják megtalálni a helyüket, mert szemben összeakadnak. Az autók is szépen teszik-veszik magukat mostanában. Mondom, azért ez így jó, hogy most nem volt. Amióta így itt tényleg jött ki patch januárban is, meg december végén, azóta ezt így kivették, ezt a junction problémát, hogy nézik egymást a teherautók, azt nem tudják eldönteni, hogy mi van. A raktárakban meg a kutakon egy ideje nem volt fönnakadás. Talán azzal se lesz probléma. Ami miatt késni szoktunk, az mindig a busz. De az meg nem azért van, mert a kapacitása nem jó, hanem a kiberakodási sebessége szar. És lehet, hogy legközelebb elmegyünk így a personalra, azt rámegyünk, hogy azokat a permanens upgrade-eket így tolni előre. Mert igazából azoknak van a legnagyobb értelme, a permanenseknek. Mert ugye azt egyszer lefejleszted, azonnantól kezdve kihat végig mindenre. És azt néztem, hogy amúgy a personálnál nincs is semmi olyan, ami így megnyitna valamit. Ez mind csak valamihez párosítható. Illetve konkrétan ugye boost. Tehát valamelyik épülethez boost, vagy konkrétan permanens boost. Ott nem nyit meg igazán semmit. Tehát ott nem fogsz kapni új épületet, új akármit, az tényleg csak a személyzetnek a teljesítményét befolyásolja. Úgyhogy aránylag jól szét van szedve, tehát jól szét van fésülve a tech tree. Elég jól átlátható, hogy mi történik. Hoppá, megjött az utasszállító. Mondom, amikor nem egyszerre jönnek az utasszállítónk, ezek a bónuszok, akkor nincs gond. Ha egyszerre jönnek, akkor necces, de eddig mondjuk jó volt, mert be tudtuk engedni akkor is mind a kettőt, hogyha nagyon kis időkülönbséggel jöttek. Próbálok mindenkit beengedni, aki még befér. Ja, még leszállt, az is jó van akkor. Ezt nem olyan érdekes nézni, mint a másik oldalt, nekem az jobban tetszik. Ez a kargó rész, ez nem olyan... Nem rossz ez se, de én jobban szeretem ezt. Jó, tudom, hogy ez meg ilyen csálé, tehát majd ki lesz egészítve valószínűleg itt egy nagyobb, még egy ilyen nagy rámpával. De még nem, mert még nincs rá szükség. Aztán később ebben meg az a baj, hogy valószínűleg több ilyen nagy rámpával is ki kell majd egészíteni a dolgot. Csak nagy rámpával nem érdemes egyébként szerintem foglalkozni. Ugye mindig lesznek kis gépek. Úgyhogy majd azt kell csinálni, hogy a kis gépek meg a médiumok akármennyire is majd már űrkorszak, meg mit tudom én. Meg kell hagyni egy ilyen kis részt valahogy a térkép sarkán, amitől el lesz különítve, és akkor csak a kicsi gépek. Tehát nem, őnek nem kell betaxizni a nagy úthálózatra, őnek nem kell bemenni olyan helyekre, ahol semmi keresnivalója, hanem lesz egy ilyen kis gépes leszálló rész, és így tovább. Mert szerintem mindig lesznek kis gépek. Tehát mindig lesznek olyan kis gépek, amiknek semmi igényük nincsen olyan volumenű ellátásra, amit csak itt kapnának meg. Jó, hát mondjuk, hogyha persze, hogyha kellene a kis gépnek is a cleaning, meg a
meg a mit tudom én, akkor szopás, mert akkor be kell, hogy álljon egy ilyenre. De ha mondjuk tényleg csak izét légipostát, vagy ilyen izé, regionális ilyen airmail szállítmányt visz, és ilyen kis gép, akkor semmi szüksége arra, hogy ilyen nagy rámpás területre bemenjem. Elméletileg egyébként én azt olvastam, hogy az érák, ahogy váltanak, most már külön zenét kaptak. Ezt ugye mi nem nagyon halljuk, mert ugye én általában bekapcsolom a Lofi Girl-t, és akkor ugye az így ketyeg itt nekünk. Ami nem tudom, hogy most mennyire hangos, mert úgy hangosabbra vettem a kontrollba az egész kimenetit. Ez talán nem nyom el, mert azért azt látom, hogy én is kiszaladok azért így a közel a plafonig. Csak én mindig halkabbra vettem a hátteret, hogy érvényesülni tudjak, viszont így meg nem volt háttér, tehát még így is halkabb a háttér, mint én elméletleg, csak ezt így ezeken a nyomorult visszajelzőkön nagyon nehéz belőni. Úgyhogy ha ilyen észrevétel lenne vagy van, akkor azt ne tartsátok magatokba, az a lényeg. Mi ez a sok gép, várja már. Hello. 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 Te már le tudsz szállni, várja. Így rossz gépet hoztam, jaj. Na. Felpörögtek az események véletlenül. Így nagy hirtelenséggel. Aztán most meg leállunk. Mondom, általában ilyen évfordulóhoz köti azt, hogy jöjjön valami... nem játékmechanikai, hanem ilyen létszámbeli különbség, akár több gép, vagy akár több szerződés, az mindig egy izéhez köti, egy évfordulóhoz. Úgyhogy elméletileg, hogyha egyik évfordulóról, vagy egyik napról a másikra, amikor évforduló van, és nem történik olyan szintű változás, ami itt szembeötlő lenne, akkor nem kell aggódni, mert akkor van még egy éved. Tehát ez így nagyjából tiszta. Úgyhogy azért mondom, hogy most 31-jel megint nem történik semmi, hanem ugyanúgy menetelünk tovább, akkor ugyanúgy menetelünk tovább. Mert akkor nem lesz benne érdemi különbség. Ami mondom, nem baj, mert így legalább ugye megy minden a saját medrébe. Ha meg bele kell nyúlni, mert jön az őrület, akkor meg bele kell nyúlni, és akkor belenyúlunk. Tehát ez... Olyankor mutatja ki magát, hogy mennyire kaotikus az építkezési mechanikája. De igazából már nagyjából hozzászoktunk, tehát meg lehet azt azért tanulni, hogy mennyire lehet őt itt mennyire lehet kiakasztani a rendszert, de hát vannak ilyen, mondom, ez itt engem kifejezetten megőrít, hogy egyenesen jön az út, és itt nem, és itt valahogy nem engedi, tehát... Pedig hozzá kell azt tenni, hogy szerintem ez a szakasz, meg ez a szakasz egyenes, csak itt csinált egy ilyen ficakot. Aztán úgy voltam vele, hogy ott rohadt meg, jó az úgy, hát. Ha ő neki így, akkor így, hát most. Messziről nem látszik. Zavar, mint a kurva élet, de hát most ezzel mit tudok csinálni? Mi volt ez, amit mondtatok, hogy milyen szindróma ez? Hogy amikor minden áron arra törekedsz, hogy párhuzamos merőleges is. OCD, az. Ja, nem baj, hát. Az a lényeg, hogy igazából nem fáj. Tehát, hogy így el vagyok én így. Kiélem az ilyen vágyaimat. Aztán kész, igazából ennyi. Mondjuk valószínűleg ez az OCD miatt volt az, hogy a Ship Graveyard szimulátort is ugye 100-ig maxoltuk. Tehát, hogy végig kellett csináljam, mert elkezdtem és végig kellett csináljam. Mondom, most a legnagyobb ilyen új fétisem ez a... Amikor hát ilyen 1-1.5 órákat, mikor így nagyon ráérek, akkor szoktam ezzel a Farmer Dynasty-val játszani. Nem mai cucc, már az 2016-18-as. Borzasztóan optimalizált, tehát az is egy kegyetlenül fogyatékos fejlesztésű játék. Ugye annyiba tér el a normális farming szimulátortól, hogy beletesz egy kis szociális
életszimulációt is, amit igazából kurvára nem kell csinálni benne, tehát hogy így semmi különösebb értelme. Viszont az, hogy ugye az ilyen nagy farming szimulátorokhoz képest viszont ugye egy ilyen kicsit kisebb, kicsit egyszerűbb, kicsit ilyen közvetlenebb. Tehát nekem a hangulata nagyon tetszik. Azáltal, hogy ugye tényleg ott magadnak rakod össze a tanyát, mármint hogy felújítod, rendbe rakod, fejlődgetsz, stb. Az nekem tök tetszik. Tehát azt szerintem egy tök jó hangulatú cucc. Az, hogy vannak ilyen küldetések, hogy menj, vigyél, termesz paprikát a szomszédnak, meg ilyenek, azok ilyen aranyos dolgok, de nem kifizetődők, tehát hogy rohadtul nem éri meg őket, rohadtul nem éri meg nekiállni. Aminek inkább megéri, azok a szántások, meg ilyenek, azok úgy viszik az ember idejét, meg valamennyi zsetont is ad. És mostanában erre vagyok belebuzulva, hogy azt úgy elkezdtem pörgetni. Ilyen évről évre visszatérek hozzá, tehát hogy mindig egy picit. Azt elbaszarintottam, hogy másodszor kellett nekiálljak, mert az első alkalommal, amikor nekiugrottam, akkor az a mentés az úgy, ahogy volt, valamelyik újratelepítésnél elveszett, és az egy olyan érdekes játék, hogy nincs felhőmentés hozzá. Tehát a Steam az nem, gondolom nem véletlenül, de hogy úgy lett megcsinálva, hogy így nem foglalkozik vele. Tehát nincs felhőmentés, ami már csak azért is probléma, mert ugye nekem van az asztali gépem, meg van a laptop. És mostanában ugye a laptopot használtam ugye többet, mert ugye kint Bécsbe ugye, ott, ugye az van nálam. És emiatt, ha hazajövök, akkor ugye balról jobbra, jobbról balra külön másolgatni kell a mentési fájlokat, mert ugye nem pakoljam át magát ugye a felhőn keresztül. És milyen rohadt lusta az ember, nem? Hogy már annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy fogom, elindítom a Steamet a izén, a laptopon, és akkor csettintésre magától fogja magát, és megcsinálja helyettem. Itt meg szenvedek, mert ez meg nem. És ilyen, de rossz nekem mi. Tehát, hogy így mennyire ellustul az ember egy olyan kényelmi opciótól, ami így lehet, hogy így 5-6 éve meg még tök nem is volt képbe, meg nem is volt róla szó, most meg már így hiányzik, hogy valamiben nincs benne. De számomra ez csak azért érdekes, mert furcsálom, hogy nincsen benne. Tehát, hogy vannak olyan játékok, amiket ilyen újrakiadásba mondjuk kiadtak, és azokban meg már megoldották, hogy a Steamen kezelje. Amúgy azt nem tudom, a Steamen amúgy mekkora a felhőtárhely? Tehát jó, tudom, hogy a mentési fájlok mérete az nem nagy. Tehát azért általában azok inkább csak ilyen statisztikai számok, hogy így hol tartasz, és akkor igazából ment egy pozíciót, meg egy számot, és akkor kész, tehát ennyi. De hogy mennyit lehet? Tehát azt, hogy szól a Steam, hogyha azt mondja, hogy hello, gáz van, mert megtelt a felhőd, vagy ilyen létezik? Egyáltalán, hogy megtölteni a Steam felhő fiókodat? Tehát, hogy így a felhőmentések megteljenek? Meg utána mi van? Tehát, hogy utána szól, hogy vegyél helyet, vagy megkérdezni, mit törölsz ki, hogy működik ez? Mert a Google-nál ugye ott megkérdezi, hogy figyelj, megtelt a fiókod, a drive, veszel, vagy törölsz, és akkor én a múltkor ugye az új telefonom az automatikusan szinkronizálni kezdte a Google fiókot, vagy hát a Google Photos-t, és így állandóan írta, hogy nincs hely új e-mailt fogadni. Na ne idegesítsél már, bazdeg, és akkor kitörölgettem e-maileket, és mindig tele van, mondom, hogy a faszba lehet tele? Azt utána, hogy Google Photos, hogy tele, mondom, de jó, szinkronizálás kikapcsolva, na igen, csak attól még fönnmarad. Ráment egy délután, amire a Google Photos-ból gyakorlatilag így majdnem mindent végig kitöröltem, mert megvolt, tehát én azt magamnak is kimásolom a telefonról egy merevlemezre, egy háttértárolóra, egy külső háttértárolóra, hogy ne vesszen el, vagy legalábbis bízok benne, hogy talán nem fog. De ezt így mindig magamnak kimentem, tehát fölösleges a gyakorlatban, hogy az a Google külön is még egyszer mentse. Mármint úgy olyan szempontból fölösleges, hogy alapvetően, ameddig minden működik flottul, addig fölösleges. Mondjuk, hogyha véletlenül ledobná a láncot ez a külső vinyó,
ami egyébként egy ütésálló, gumírozott, vízállós geci, tehát hogy talán nincs oka ledobni a láncot. Akkor azért szomorú lennék, mert akkor az egy jó pár ezer fényképem így elveszne az elmúlt 5 évből. Tehát az úgy fájna. Gondolkodtam már rajta, hogy ezeket átnézni, és csinálni róla még egy biztonsági mentést valamire, amit tényleg csak évente egyszer dugok be a gépbe. De az sem életbiztosítás. Tehát a másik gondolatom, ami volt, az az, hogy fogom ezekről a képeket, és ilyen klasszikusban, ami tényleg nagyon jelentős, azokat kimentem egy pendrive-ra, elviszem, kinyomtattatom, és akkor rendes, hogy is hívják be? Hogy hívták azt régen? Albumba, fényképalbumba berakni. Mert amúgy meg az a baj, annyira rohan az ember, hogy az ilyenek fölött elsiklik, és hogyha nem csinálja meg, utána meg nagyon bánni fogja. És ez engem is bánt valahol, hogy egyébként még mindig nem álltam neki. Tehát félek attól, hogy egyszer bedugom ezt a szart, és utána nem fog működni, vagy elfüstöl, és utána nincs az informatikus, aki előásná belőle a képeket, vagy mondjuk adott esetben nem mindet. És azért tényleg a gyerekről rengeteg kép van bent, rengeteg olyan kép van bent, amit még a haverokkal csináltunk, ilyen, vagy kollégákkal. Most, és így jó rán, tehát néha végigpörgetem, és olyan jó érzés, tehát azért jó tudni, hogy ott van. De hát ugye az emlékek már csak ilyenek, tehát azért az embernek azért arra valahol szüksége van. Sose felejtem el, hogy amikor így a digitalizáció így beütött, ugye így a fényképészetben, és ugye nekünk is ugye okostelefon, meg stb. Már ugye elvesztette jelentőségét a régi klasszikus filmes gép, tehát filmes gépek, akkor nekünk még volt egy, tehát volt ugye egy elég komoly fényképezőgépe anyámnak, ugye ő optikus látszerész, tehát hogy ő értett is hozzá, hogy ezek hogy működnek, meg mire kell figyelni, meg hogyan tároljuk, meg stb. És nekünk egy aránylag jó gépünk volt. És hát ugye az ember mikor veszi elő? Egy idő után már csak akkor, amikor szülinap, névnap van, átjön a rokonság, stb. És megtaláltuk a gépet, de sok év után így elővettük. És volt benne egy film. És így gyakorlatilag ilyen 4-5 évvel ezelőtti, ilyen 3 évnyi szülinap, névnap, meg ilyenek. Ugye 30-valahányat lehetett a jobb filmekkel, a jobb gépekbe beletenni, azt hiszem. És akkor konkrétan ott így hirtelen így kinyomtattattuk, előhívtuk ezeket a dolgokat. És ilyen, hát olyan érdekes érzés volt, hogy basszus, milyen régen volt már, és ott volt benne ez a nyersanyag. Ja, vannak ilyen dolgok. Na mi legyen? Menjünk a personalra? Igazából csak ezt tudnám most így érdemben be is fejezni talán. Nem mintha bármire olyan nagyon oda kéne feküdni. Airplane Service-nél itt van egy rendes üzemanyagtartályos kocsi, itt van egy 25 fős busz. Most milyenekkel dolgozunk? Most 20 fősekkel, ugye? 20 főssel. Mondjuk ez már inkább hasonlít buszra. Egyre inkább hasonlít buszra. Mondjuk ez már a mi busz, tehát ez ilyen rendes, ez már buldogpofás busz. De mondjuk valószínűleg ez is ugye teherautóval vázas. Talán ez az első, ami nem. Ja, ez az első, ami nem szerintem. Nem tudom, hogy buszt csináljunk, vagy egy ne buszt. Szerintem menjünk rá a personalra. Mert itt ezt ha megcsináljuk, az jó, az hasznos, ez boost, tehát ez ilyen permanens boost, erre szükségünk van. Menjen az, azt még talán ma be tudjuk fejezni. Aztán utána nekem induló van, menet van. Ez volt 11 óra, és az a nagy alok, hogy lesz akkor idő. Hát ez szerintem fél óra alatt még megvan köbő. Mi ez a sok gépi záráskor? Nem baj, gyertek csak. Mindenkit fogadunk. Majdnem kifarmoltunk a mai eddig 2 óra alatt 100 000 zsetont. Mert azt hiszem 300-zal zártam a tegnapit. Ami egyébként rövid volt, tehát hogy ott azért
nem vittük túlzásba, mert tegnap nagyon fáradt voltam, tehát már magamat se tudtam fönn ébren tartani, tehát tényleg utána itt este is csak annyi volt, hogy így vegetáltam. Ja, persze, mondom, miért nem megy az idő, mert megálltunk, hát már bezártak, már hazamentek a laborosok. De az a jó ebben a játékban igazából, hogy tényleg így ezzel a konfigurációval, amivel én nekiálltam, ezzel így mi iszonyatosan sokáig tart. De nem érzem fájdalmasnak, tehát hogy jó, persze, valamikor úgy nem tudom magamat se lekötni, tehát hogy így csak így ülök itt, aztán ásítozok. De valamikor, amikor elkap a lánc, és akkor pofázok mindenről, meg a semmiről, meg a mentőautó. Nem, ez megint tűzoltó volt. És mindig esik az eső, de szép az idő van, bassza meg. Na mindegy, tehát amikor így magamat is el tudom foglalni, akkor nem gáz, mert akkor így igazából ilyen, nekem ez ilyen pszichoterápia, hogy így beszélek. Ami igazából jó nekem. Na mindegy. Így el lehet vele cseszni egy jó pár órát. Ez nem probléma. Mondjuk az tény, hogy amikor beüt a krak, mármint nem a krak, hanem így azt mondja, hogy na akkor most ébresztő, mert akkor mostantól figyelni kell, mert építs dátarendszert, meg optimalizáld újra, meg mit tudom én. Na olyankor azért elakadnak a szavaim, mert akkor olyankor egyszerre gondolkodni, meg minden az úgy kicsit nehezebb. Úgyhogy majd eljön az is megint, nem sokára remélhetőleg, hogy itt egy kicsit megváltozzanak a dolgok. De összességében azért mondom, hogy ez itt most nagyon jó. Valószínűleg ugye akkor fogunk majd tudni megint csak gyorsabban kifejleszteni dolgokat, tehát hogy megint ugye rámenni arra, hogy boostoljuk a tempót, hogyha ugye bejön az árbevételbe a több. Tehát ha most bejönnek majd az új szerződések, ráoptimalizálódunk, megnézzük, hogy mennyi a bevétel, na akkor fogunk tudni majd megint a laboros irányon is egy kicsit húzni. Ez általában mindig azért van így, mert ugye, hogyha bejönnek az új szerződések és az új követelmények, és azt teljesítjük, tehát mindenki jól jár, és mindenki elfér, akkor mindig marad egy árfölösleg, egy olyan profit fölösleg, amit azonnal el tudunk forgatni a laborra, ami meg azért jó, mert akkor megint csak tudjuk tartani a lépést. Tehát így most egy kicsit lassabb azért a dolog, hogy most nem tudok nagyon belenyúlni. Egy fél labort talán tudnék nyitni, egy ilyen 6-12 főset. Azért számolok 6, tehát hogy így párosával, hatosával, mert ugye ez 24 fős a következő nagy labor, vagy a nagy iroda lenne, az úgy lenne több, hogy az is valahogy pont párosra érkezne, tehát az azt hiszem, hogy 48 fős, és ezek így szorzódnak föl. Úgyhogy ezzel a számmal számolok, és nagyjából ezeknek így tudjuk is, hogy mennyi a keret költsége. Tehát, hogy az, hogy egy ilyen labor ki legyen építve, az azt jelenti, hogy ilyen napi, nem akarok hülyeség mondani, ilyen 8-12 ezer környékén mozog az a zseton, ami egy ilyen labort fenntart. Tehát azért mondom, hogyha most azt mondanám, hogy egy ilyen 12 fős dolgot lerakok, akkor azon alsó hangon olyan 6000-re lennénk kevesebbek naponta. Ami meg már majdnem üti ugye azt a számot, ami ugye a bevételünk, azt még nem akarom eldobni. Tehát ez most már olyan szépen alakul az a számot, hogy azt most nem piszkáljuk, szükség lesz még rá. Ha úgy alakul, hogy nem alakul jól, akkor is igazából azzal ugye nagyon kényelmesen el lehet ott lenni. Még ugye elég sokáig. Tehát hogyha elindulna véletlenül negatívba, tehát nem lenne bevételünk, csak veszteségünk, még akkor is igen sokáig jó lenne. Tehát hogyha ilyen napi 1-2 ezret vesztünk, azt mondom, hogy az még olyan lófasz, csak hát nem hosszú távon, tehát azért hosszú távon nem érdemes azzal szórakozni, hogy a lejtőn hagyjuk elindulni a dolgokat. Itt inkább ez a szép lapos emelkedés az, ami ilyen nyugtató, tehát ilyen kis chilles, ilyen nem kell aggódni, mindenre jut, ha kell, de vésztartalékban is van, tudunk venni területet is, ha nagyon muszáj. Ez így a kerek, ez így a tuti.
jó sok pénzet elpacsáltam így is a területekre, amik igazából nincsenek kihasználva, mert semmi, még sőt, konkrétan ezt még lehetne annyira optimalizálni, hogy sokkal jobban összetolni. Tehát ez sokkal kisebb helyre beférne, de ilyen szellősen meg tudtuk csinálni. Ezt már valószínűleg akkor kell átépíteni, amikor majd ugye bele kell nyúlni. De igazából, ha minden igaz, és ahogy én ezt nézem, még itt is tudok kargóra építkezni, itt még nagyon ki lehet húzni passenger, tehát azért utasforgalomra. Ha nagyon veszélyes okom nincs arra, hogy én itt ezt a területet elkezdjem szétszedni, vagy belenyúlni. Majd ha lesz, akkor persze, akkor átgondoljuk. Itt abban a pillanatban, ahogy ez a repülőtér, vagy ez a leszálló pálya, mondjuk nem lesz elég, mert érkezne heavy, akkor már át kell gondolni. Tehát, hogy hogyan kell megoldani. De ahogy elnézem, még a turbók is le tudnak ide szállni, tehát még azért egy 10 évünk lehet, hogy van. Meg még lehet, hogy utána is. Mert hogyha nem jön heavy turbó, akkor elméletileg ez még jó lesz nekünk sokáig. Csak hát mondjuk ez ilyen egyrészt prestízs dolog szerintem, hogy azért na, legyen már normális pályánk. Másrészt meg ugye ki kell termelni a fenntartását, mert ugye ez egy füves pálya, hát lófaszba nem kerül. De azért itt látszik, hogy azért amik ugye aszfaltosak, meg tarmak, meg azok egy idő után azért költségesebbek. Tehát nem csak az építése, hanem a fenntartása is. És ez mind apróság, mert egy-egy egységnyi út és az a lófasz, hát most mennyibe kerül? Add össze. Össze kell adni, hogy azért ezt itt rendesen karban tartják, meg mit tudom én, és az ott lesz sok, tehát ott kezd el sok lenni. De szerintem a következő nappal, és tartósan is fixáljuk a helyzetünket a 4 kiló fölött, mert ma még nem, mert ebből még elmegy az üzemanyag, de lehet, hogy a következő napra sikerül. Ja, a következő nappal sikerülhet. Az úgy annyira nem baj. Az úgy jól mutat. Jó, hát az a durva, hogy mondom, 1926-7-ig vittük ugye az első nekifutással, amikor is ugye megtört a mentés a release miatt, tehát hogy ott a verzió számok összeakadtak. És akkor volt 6-7 kilónk, vagy nem tudom, valami borzasztó sok pénzünk. És azt ugye úgy csináltuk, hogy ugye minden szerződés, ami csak létezett, az meg volt tartva. Csak nem tudtam fogadni plusz gépet, mert ugye nem volt elég kontroll a repülőtérem. Na most ugye nem csak a kontrollt tudtuk kibővíteni most ebbe a verzióba idejében, hanem igazából a szerződések nagy részét nem tartottuk meg. Mindent, ami lejárt, nem tartottuk meg. Így nincs az őrültek háza, de nincs is az árbevétel. De mint ahogy ez most is így kinéz, igazából lehet, hogy nem baj. Mert közben meg már tök nagy a területünk, tehát hogy... Ez itt egy nagy kiadás lesz, 350 ezerbe kerül. Ez az egész csík itt. Ez az oldalsó hosszú, ez itt már csak 500 vagy 50. Viszont itt ugye mögötte megnéztük egy ilyen, tehát elmentettem, megvettük, megnéztük, visszatöltöttük. Ez itt azt hiszem 2 kiló. És ha ezek se olcsóbbak, akkor azért itt még lesz mit kifarmolni. Főleg, hogy egy idő után biztos, hogy szükségünk lesz arra, hogy tovább fejlesszük a dolgokat. És ahogy elnéztem én a Steam Community-n a képeket, gyakorlatilag majdnem egész pályaszélességben vannak a nagy leszálló pályák. Tehát azoknak azért kell a hely, a nagy placok, ahova a nagy gépek állnak be, azok azért majdnem akkorák, mint itt ez a két terminál együtt. Tehát ilyen hatalmas terület. Tény, hogy a gépek is ugye későbbiekben sokkal nagyobbak lesznek, tehát azért a szupergépek azok azért már
itt egészen pontosan a jumbo-kig el lehet gondolkodni, ha minden igaz. Ugye több képen, meg betöltő képernyőn is ő reklámozza, hogy majd lesz. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz. De ha minden igaz, akkor elméletileg lesznek benne olyan kontraktok, tehát olyan dolgok, akik tényleg léteztek. Jesszus. Jesszus. Ja, akkor nem véletlenül zörgött be a hangszóró. Tehát elméletileg lesznek itt benne olyan izék, olyan cégek, mert én már láttam penemes képeket, hogy a penemnek lehet képe. Nem tudom, hogy ez mennyire volt modolt, vagy ilyesmi, de láttam már olyat. Ez van akkor, amikor a hülye gyerek elfelejti lenémíteni a telefonját, miközben streamel, elnézést miatta, de ez van. Igazából... Ja, nem tudom, reggel főket, azt ráadtam a hangodra, hogy miért, azt nem tudom. Na mindegy, szóval van benne szerintem még nagyon sok. Még nagyon-nagyon sok. Az alap metodikája nem fog változni a dolgoknak, tehát ugyanazt fogjuk csinálni végig. Csak a kapacitást kell ugye folyamatosan ugye ígéretesen növelni. Tehát ezek a teherautók is itt ugye 3000-et tudnak vinni. És a legnagyobb gépekhez is 780 kell, vagy mennyi. Tehát hogy ilyen tök elenyésző szám. Mármint ahhoz képest, amennyi most ugye az szükséges. Úgyhogy még nagyon sokáig lehet, hogy ezek is eleget lennének. Itt van 714, most pont annyit olyat hívtunk le. Azt hiszem 780 a legnagyobb utasszállítónak a teljes kapacitás igénye, vagy teljes igénye. Tehát azt is még nagyon kényelmesen kiviszi ez a tartálykocsi. Én úgy gondolkodtam ezzel kapcsolatban, hogy fogja magát, megtankol teli, azt akkor megy kapuról kapura, és akkor úgy mindenkit megtankol, de ez nem így működik. Ezt úgy csinálja, hogy megtankolja azt a mennyiséget, amit kér a gép, azt kimegy, azt mind beletölti, majd visszamegy a raktárba. Tehát innentől kezdve igazából, ha csak a sebessége miatt nem vesszük meg, maga a kapacitása miatt fölösleges. Mert a kisebb teherautó, vagy a kisebb kocsi is ugyanúgy el tudja látni a dolgokat, csak annyi, hogy ez mondjuk azt hiszem a pumpás, tehát hogy itt már nem hordóval tankolnak, meg hordókkal, tehát gyorsabb a kibetöltési sebessége, és ott már mondjuk bejön, hogy miért ezt használjuk. Itt azt kell majd még megoldanom, hogy oda, arra a kettőre is majd át kell állítani a rendszert szerintem. Csak azért maradt ott meg a régi, mert azt hiszem, hogy itt csak 6 kocsi lehet, ebbe viszont azt hiszem 8, és ugye így jobban kijövünk. 2, 4, 6, 7, igen, 2, 4, 6, 7, tehát hogy ott azért a 2x7 az 14, arra azért a 12 kocsi nem biztos, hogy hosszú távon elég. Most azért lerakni 3 ilyet, az meg már lehet, hogy sok. Bár egyébként meg lehet, hogy az lesz, tehát hogy majd meglátjuk. Ha bővíteni kell, akkor mindenképp. Tehát hogyha itt hátrafele még ki akarom húzni ezt a kargó szekciót, akkor muszáj lesz. Tehát akkor elég egyértelműen muszáj lesz. De ezt majd úgyis csak akkor fogjuk igazán látni, hogyha ha az arcunkba vágja, hogy na akkor most! És akkor majd most. Ja, ezek az jó sokáig tartanak ezek a dolgok. Pontosan azért, mert ugye azért ez már csak 4000 pont fölött van, tehát csak több mint 2 nap. Ilyenkor azért pauzolgatom le, már így este, ugye erről már volt szó, mert ugye folyamatosan ugye pörgetjük az időt, nehogy az legyen, hogy azért nem tud leszállni egy gép, mert későn kattintok. Néha beszopom, tehát néha így az utolsókat azért nem tudom beengedni, mert elbambulok, aztán nem kattintok időbe. Mint például most is, hogyha így csinálom, akkor még van rá időm. Hát ez már nem biztos, hogy le fog szállni. De én megpróbáltam.
de így ki lehet azért sajtolni a maximumot, tehát azért azt azért hozzá kell tenni, hogy így a tuti. Ja, már ott van. Ja igen, ott volt a tekerés, csak ugye még jön a szállítmány. Ennek most örülök, hogy ezt beraktuk, ezt a 3000-es plusz keretet, mert ez így teljesen alátámasztja azt, hogy ez így elég. Majd veszünk szerintem egy nagy lemeztárolót, mert ugye ez fa. Az egyiket lehet, hogy tovább fejlesztjük, ilyen 40000-esre. És akkor elmehetleg ezt a két 10000-est, 20000, akkor kettőt kell tovább fejleszteni ezek közül. De én úgy gondolom, nem tudom, nekem valahogy úgy áll össze, hogy ezeket ide ki fogjuk gyűjteni így a szélére. Tehát, hogy minek legyen az bármennyire is közel bármihez. 404, fönn vagyunk 4 kiló fölött. Azért a zsír, ez királyság. Még 3 nap, mert ugye pont úgy jön ki. De szerintem ez a 3 nap lesz így az utolsó. Mert 11:30. Ja, nekem többet nem szabad ilyenkor, mert még el kell pakolni a maradék cuccot. Valahogy fel is kéne öltözni. Meg vissza kéne hívni a kihívott, aki keresett. Úgyhogy igazából ezt így... Hop. Jókor írja ki 8 órakor. Na, hát akkor így már változik a történet. Mit mondott, hogy melyikhez? Már bezártam, de jó. Várjál. Itt nagyon sok minden kiesik. Meg van itt egy TVA is. Hoppá! Water dispensing. A rák vigyene. 247-es Boeing. Jaj. Hát itt viszont nagyon sok mindent kell lemondani, hogy elnézem. Dragon Rainbow. Ezek jó cuccok. Jó, ők mondjuk nem kérnek sokat. Pedig hogy mondtam ezt a water dispensing dolgot, hogy ez annyira le fog szopatni. Ezt nem tudom, miért van itt a rámpának a izéje. Na hadd lám, innen eltűnik, innen majdnem minden eltűnik. Hát ez nagy kár. Lehet, hogy ahhoz nem kéne hozzányúlni, ott nagyon sok gép kiesik. Mert mondjuk a New Airline-ok közül meg ugye tudunk fogadni igazából 6-ot, 3-at meg nem. Akkor pont ez a 31 az, ami egy fordulópont, tehát ez várható volt végül is. Itt mondjuk kicserélődik. Itt nagy igénye nincs. Itt nem cserélődik ki, itt bejön egy csomó. Tehát amit innen veszítünk 10, az egyébként visszajön. Aha, innen mondjuk megint csak kiesik, vagy 10. És ezek úgy is maradnak. Ez érdekes. Hát ez akkor lehet hozzányúlni, hogyha ezt a izét megnézzük. Meg kell nézni. Hol van a water truck? Négy és fél nap, az azt jelenti, hogy 8. Ez 8 nap, mire kifejlesztik. Jó, hát nem gondolom, mert ebbe az évben meg lehet. És akkor végül is elég időben meg lehet oldani a dolgokat. Csak itt nem tudom, hogyan lesz átszervezve. Most egyelőre megcsináljuk akkor ezt a izét szerintem. Ezt. Még befejezzük ezt a napot. Aztán meglátjuk, hogy rá tudok egy speciális... és ott jönnek a izék, az új csomagszállítók. Várját, ezeket meg kell nézni. Hova érkeznek? Nem figyeltem, melyik kapukra hívtuk be őket. Horrotyog. Ez még régi. Az már új.
Medium. Prop. Ez a Boeing volt, jól láttam. Oh. Na jó, ez már mondjuk azért királyú néz ki. Na, ez már azért királyonik. Jó, hagyjál már, hogy késel, majd mindjárt elindulsz. Hova jön ide? A 12-esre? Nem? És tudom, melyikre hívtuk. Ez csak Fokker. Jó, azért ez jó, ez már azért olyan repülőformájú, na. Ez király. Na, ilyenne szívesen mennék egyszer. Zörgő, csörgő, minden baja van, de akkor is. Érdekes helyről, vagy érdekes irányból szállt le. Itt meg egy dragon. Ezek ide állnak, egymás mellé fogadjunk. Jó van, hagyjál már. Te nézelődök, nem érted? Várjál, hogy tudok én itt a... Ja, így tudnék, csak rohadtul ilyen vízfolyásba folyik aztán. Hopp. Hopp. Kicsit érzékeny. Érdekes, hogy innen szállít ki, vagy innen pakol ki. Jó, ez azért menő. Kilenc kargó, 1400... Uha. Lehet, hogy baj. Nem, 1500. Jó, még ez is bőven benne van a... Még bőven benne van ez is a keretbe. Csak ugye lassan töltődik. Jó, mondjuk hát, hogyha így nézzük, akkor nem. De itt kelleni fog a pumpás téma, szerintem rövidesen ezekhez a nagy gépekhez. Most arra vagyok kíváncsi, hogy az utasszállítók terén bead-e változást, vagy nem. Mert ha itt is beadja a változást, hogy akkor innentől kezdve ide is kell a water dispenser, meg ilyenek, akkor cumi. És majd ez szépen össze kell zongorázni, hogy ugye... melyik az, amelyik még mehet füves lámpára, melyik az, amelyiknek már nem kéne. Csak az a baj, hogy ezt így most így pont igazából határeset időben dobta be, mert lehet, hogy ezt így most akkor nem fogok nekiállni, hanem ezt itt most ezzel a szituációval lezárjuk, és akkor majd innen lesz folytatva, hogy egyből szerkesztéssel. Nagyon jónak, jó, ezek a Boeingek, ezek már jól néznek ki. Ezek már tetszenek. Itt az utasforgalomra egyelőre nem jött semmi izgalmas. Csomagot azt jó, tehát be vagyunk készülve rendesen, tehát nincs probléma. Tehát nyugodt szívvel tudnak érkezni, elég nekik a füves rámpa, tehát nem okoz nekik problémát, úgyhogy elméletileg nem lesz gond. Ha a forgalom nem emelkedik relevánsan, tehát nem kezd el őrült módjára változni a dolog, akkor annyira nagy probléma nem lesz. Most azt néztem, hogy egyébként kargóra nem is kaptunk új szerződést. Tököm tudja majd, mit néztem. Várja, nem ezt akartam. Ez utasforgalom. Tehát kargóra. Ez utasforgalom. Ez is. Aha, rengeteg kargónk az ki akar esni. Ez lehet, hogy meggondolandó, mert... mert üres lesz akkor a kargó éra. Ez megmarad, addig oké. Ez szinte teljesen kiesik. Tehát itt bedob minket a mély vízbe itt az utasforgalom tekintetébe. De lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy akkor egy darabig ragaszkodunk ezekhez a konfigurációkhoz is bővítünk, mintsem ezt itt ledózeroljuk, mert már mondjuk rohadt keveset fizet innentől kezdve, hogy ugye lejár a szerződés. Mondjuk faszt ugyanannyit fizet, mint hogyha megtartanám. Hát ez egy érdekes kérdés lesz, azért mondom, ezt nem most fogjuk megszülni szerintem. És egyelőre lepörgetjük ezt a napot. Aztán lehet, hogy akkor így itt a mély vízbe itt hagyom. Mert így legalább tudom, hogy honnan fogom folytatni, meg tudom, hogy mi vár rám. És végre jönnek ilyen nagyon király gépek.
és találok újat. Ezek a dragonok is jól néznek amúgy ki, tehát már ezek is igazából azt kell, hogy mondjam, hogy repülőgépre hasonlító repülőgépek. Havilland Dragon Rapid Cargo. Baszott jó. Na, királyság, tudtam, hogy lesz itt változás. Mondjuk nem feltétlenül érzem úgy, hogy a jó irányba. Mert... egyébként... tehát az új járatok tekintetébe szerintem nem fogja kikompenzálni. Hát nagyon minimálisan. Tehát itt lehet, hogy ezt jól át kell gondolni. Itt lehet, hogy egyik másik kargót azt meghagyjuk. Majd. Mert... kevés szerződés maradt bent. Itt az a baj, hogy ezekkel ezután már nagyon nehéz hozzányúlni, hogy így időben változtat, vagy valami. De gyakorlatilag ez az egész kargó rész itt így felborul. Nem mintha itt az utasforgalom részén nem borulna fel. Itt annyi, hogy itt el kell dönteni, lehet, hogy majd ki kell számolni, hogy amiket visszamondunk adott esetben szerződések, azoknak a helyére a nagyobb kapacitással, a nagyobb összeggel, mennyi, ha mindent visszamondunk és mindent az újak közül aláírunk, akkor profittal jövünk-e ki vagy nem? Mert itt igazából ez az a nyomós kérdés, amire most per pillanat így nincs válasz. Úgyhogy lehet, hogy bele kell menni a matekba, de még mindig járnak az utasszállítók, ami jó dolog. Tehát jönnek a bónuszgépek is. Viszont ezek a Boeingek, ezek azért viszik az üzemanyagot, ha jól látom. Tehát azért ilyen 1200-ket. Ja, 1700. Nem elég egy teherautó, beszarsz. Jó, itt fejleszteni kell. Fejleszteni kell, mert a Boeingek azért azok már nagyok. És lassan is tankolja meg, tehát hogy azért ez így... Király. Na. Végre van megint kihívás, úgyhogy azért lesz átépíteni való. Hál' Istennek, hogy elnézem, viszont anyagilag ez így csak jó irányba mozdít minket, mert 426 ezernél vagyunk, és még nem csináltunk semmit. Itt csak az, hogy azért tényleg ennyi üzemanyagot belepumpálni egy-egy gépbe, azért az sokat ad. Mondjuk igaz, hogy újra meg kell venni, de ugye nagyjából kétszer annyira adod el, mint amennyire rendeled. Legalábbis valahogy úgy figyeltem. Meg annyit fizetnek érte, mint egységnyire izé. Mint amennyi egységet elvisz. És még bejön még kettő. Nagyon jó. Nagyon jó, jönnek az új gépek. Na mondjuk így már annyira talán nem para, hogyha nem tartjuk meg a szerződéseket. Mert nézzétek meg, hogy a... nem is tudom mennyiről indultunk. 404-ről indultunk. 404-ről indultunk, és egyértelműen látszik, hogy nem lesz elég az üzemanyag. Tehát nem lesz elég az üzemanyag. De már most több a forgás. Úgyhogy itt átép... Itt van-e a probléma. A water dispensing-es cucc. Már itt is van, már sorba is áll. 2000 egységnyi üzemanyag, srácok. A 8 az nem para, a 6 az nem para, a 17 a water az para, a cleaning az nem para. Viszont 3000. Azt a kurva eget. Az nagyon sok. És nem tudom fogadni, tehát azt tegyük hozzá, hogy nem tudom fogadni, mert nincs water dispensingünk, úgyhogy ezt még nagyon sokáig nem fogom tudni fogadni. Most ez a legage, ez most már lefut, most már ezt leszarom. Viszont utána meg az a baj, hogy valami 8 hónap lenne kifejleszteni a izét, ez jó kiment, na mindegy. Ugye a water dispensinget, de mivel elég sok a profitunk így jelenleg, meg kell nézni, át kell állni. Át kell állítani a dolgokat arra, hogy itt hogyan vagyunk. Ide mindenképpen, tehát kelleni fog a 3000-es tartályos kocsi. Tehát át kell építeni az üzemanyagkutakat most már akkor hát egyelőre a handpumpra, mert nincs más ötletem. És egy nap alatt 20 000-rel kevesebb lett az üzemanyagunk. Tehát azért mondom, hogy az, hogy most ez így kijön,
ugye 20 000 üzemanyag, az 7800, azt még a nap végén le kell vonni, mindenképpen, mert ezek most ide kiérnek, leadja az üzemanyagot. És még, nem, még 20 000 még hiányzik, tehát 20 000-re több fogyott, az azt jelenti, hogy 16 000 volt napi forgásba a dolog. A jelenlegi szerződésekkel. Úgyhogy itt mindenképpen az lesz a forgatókönyv, hogy lehet, hogy ezt se várom én most meg, srácok, mert ha ennek most nekiállok, akkor az a baj, hogy nem fogok tudni elindulni. És lassan ebéd. Tehát így nagyjából az a 2,5 órás idő, amit ugye ma rá tudok erre szállni, az pont most ért véget. De legalább tudjuk, hogy mi a feladat, rá tudok izgulni, és akkor az úgy tök jó lesz. Ezt itt el is mentem. Nem load, hülye, hú, bazd meg. Egy másfél évnyit azért haladtunk. Mert azért itt ezt, itt mindent, itt, ha mindent visszamondok, jó, megtehetném, hogy nem mondom vissza, mert gyakorlatilag, ha most arra kibővítünk, ami jelenleg működik, akkor elméletileg nincs gond. Tehát ha én azt mondom, hogy ide fölvesszük ezeket, mert ezeket például mind fel tudjuk venni, erre építünk egy külön kaput, azt mondjuk, hogy másfél órásban, vagy egy óra, egy negyedesben, vagy hogyan szoktuk, de behívjuk őket, ezeket mind ki tudjuk szolgálni, ezek nem nagy gépek. Itt ugyanez a helyzet igazából, hogy ezeket mind tudjuk azonnal pluszba fogadni, és az új airline-nál ugye az a durva, 26 workflow-t elvesz, de innen is 1, 2, 3, 4, 5, 6 gépet ugye tudunk fogadni, már így lendületből, viszont őnekik, ha jól látom, mindenképpen kell a tarmac rámpa, mert ugye mindegyik cleaninges, illetve nem, ezek cleaningesek, ezek nem. 6 gép van, aminek kell a tarmakrámpa, 3-nak pedig nem. Tehát ezeket okosan le kell osztani. Viszont nagyon sok üzemanyagot visznek, és azon viszont nagyon sokat tudunk nyerni. Azon rengeteget. Iszonyat mennyiségű üzemanyagot visznek a gépek, úgyhogy ezen nagyon sokat fogunk majd kaszálni. Nekem mondom, az se utolsó, hogy ezek azért itt szerződésben is már majdnem 2000-eket visznek, tehát azért az király. Jó, ez kemény lesz, ezt jó lesz összehozni, és majd megszülöm, hogy visszamondjuk-e a dolgokat, vagy sem. Mert azért innen nagyon sok kargós gép kiesne. Igazából lehet, hogy ezeket a Fermanokat, innen ezeket a kicsiket, tehát lehet, hogy érdemes valamitől megszabadulni, amik ilyen nagyon keveset hoznak. Mert azért itt ezek a kis gépek, tehát most 300-akat izé ad. Na jó, de legalább adja. Tehát, hogy így a franc tudja. Na, az ott... Az, megkaptam, köszönöm. Igazából pont zárni készülök igazából, mert ez most egy olyan nagy falat, hogy erre nekem ma már nem lesz időm. Mindjárt szerintem majd beszélünk, csak igazából szerintem itt lezárok. Mert itt nagyon nagy matek, tehát itt nagyon nagy matek kéne ahhoz, hogy ezt én most itt át tudjam látni. Úgyhogy ennek én itt most nem fogok nekiállni. Tehát ezt itt jó, okés. Úgyhogy ezt én itt meghagyom legközelebbre. Igazából jó, hogy idáig eljutottunk, mert így megint van mit csinálni, megint nagy feladat vár ránk. Borzasztó átépítések lesznek. Mondjuk itt lehet, hogy egy kicsit pangás lesz, de borzasztó átépítések lesznek, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ezt hogy lehet jól csinálni. Na, viszont akkor igazából ennél az izgalmas állapotnál így akkor ezt befejezzük. Elmenteni már azt hiszem elmentem, ugye? Vagy elmentem? Elmentettem, mindegy, elmentjük még egyszer, az nem, az sose baj. És akkor innen fogjuk legközelebb folytatni. Hát nagyon király! Na, végre megint történik valami. Sokat kell várni adott esetben, de szerintem anyagilag föl vagyunk készülve.
és technikailag is. Hát ez a water dispenser, még mondtam is, basszus, még mondtam is, nem? Hogy mondom, figyeljétek meg, hogy ezzel le fog szopatni. És nem leszopat? Nem leszopat a water dispensing-e? Mindegy igazából, mert hogyha most átállunk és marad fölös pénzem, akkor erre rá tudunk menni, és akkor lehet, hogy ez még kevesebb idővel megoldható. Utána meg rohadjon meg, mert aztán simán megcsináljuk. Itt ami még fontos lesz valószínűleg majd ez a waste treatment, de az meg még nagyon soká. Szóval, ja. Na jó van, találkozunk legközelebb. Legközelebb, leghamarabb vasárnap. Mert addig még biztos, hogy melő van, utána meg új időszámítás kezdődik, úgyhogy a rossz sebb tudja, hogy mi lesz. Na mindegy, addig is további jó játékot mindenkinek, kitartást a munkához. Találkozunk legközelebb még egyszer. Sziasztok!